feje, de rászállott a cinege, cinege. Es le róla, cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz, félem? Sárga lábú, cinege, cinege, de es le róla. Na csá! Szevasztok, srácok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, vasárnap van, remélem mindenki belakott, vagy éppen most fog ebédelni, de a vasárnapi ebéd már valószínűleg megvolt. Üdvözlök mindenkit, srácok, szerbusztok, sziasztok, újra Helen Jackson stream coming up. Na, nyereményjáték lesz a mai epizódunkban. Az a lényeg, hogy én kivételesen már kitaláltam előre, hogy mi lesz a feladat, majd a stream végén, avagy közben, ez tényleg attól fog függni, hogy mennyi időm van a stream közben, illetve foglalkozni majd vele, hogyha lesz mondjuk egy ilyen, nem tudom, általában mindig az van, hogy aztán végül csak sikerül valamit kitalálni a streamre, és akkor mindig pörgünk, és kb. Nincs időm rá, szóval valószínűleg a stream végén lesz, de a lényeg az, hogy ezt a White Shark Shuriken egeret lehet megnyerni a mai streamben. Annyi lesz a sorsolás menete, mint ami eddig is volt egyébként. Konkrétan fogok majd megint feltenni egy kérdést, és aki legelőször válaszol, az nyeri meg a Shuriken egeret, ami hát egy ilyen 19.000 DPI állíthatós cucc, 6 gombos, 65 gram, ha valakit ez úgy érdekel, parakordos, tehát azt gondolom az azt jelenti, hogy ilyen szőtt borítású történet, ezt nem nyitottam ki, ez teljesen originál, ez így jött nekem, tehát ezt nem én barmoltam szét, ez ilyen. Tényleg van két nagy szép előre-hátra gombunk, ami nekem mindig egy fontos sztori, és egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen lyukacsos, áramvonalas dizájnt kapott premium line a White Sharknál, jó? Úgyhogy ezt lehet majd megnyerni. Olyan kérdést fogok feltenni, amilyen fajta még nem volt, úgyhogy kíváncsi vagyok. Nem is mondok semmi extra segítséget. Kíváncsi leszek, hogy fogadjátok ezt a dolgot. Na, ugye ilyen pillanatban még a szerver nem pörög, nem él. És ennyi. Tehát ezt most megvárjuk, az 14 óra 2 perc környékén. Mi lesz a mai streamben? Hát ez olyan már lassan, mint a vezetői slóknál, amikor mindig mondom, hogy jó rég volt, már tudom jól. Ugyanezt a sablont fogom most is elmondani. Fogalmam sincs, mi lesz a mai streamben. Kötelező köröket lefutjuk, tehát a bolttal fogunk valószínűleg kezdeni. Bemegyünk, megnézzük, töltünk. Voltam a héten fent, én raktam ki egy melókat, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire van lefogyva a bolt, fogalmam sincs. Ezek az elképzelések. A büntetésemet a múltkori elkapás után azt én már befizettem. Tehát azt én feltöltöttem, kivettem a boltból egy mit tudom, 2000-3000 dollárt, és akkor levonta azt az 1200-t, amivel mínuszban voltam. Úgyhogy azon ne lepődjetek meg, az így nézett ki, és nincs benne semmiféle csalás. Botka, igen, ez egy vezetékes egér. A kép az nagyon csalóka, mert amúgy úgy néz ki, mint ami nem az, természetesen. Itt azért a marketing az működik, ott egyáltalán nincsen vezeték, és ott sincsen, és ebből nem kell azt arra következtetni, hogy kihúzható az a vezeték, bár mindjárt megnézem neked pontosan, mert csak leírja. Braided, aha, 180 centi hosszú braided paracord cable. Szerintem az olyan, hogy bele van rögzítve, tehát nem tudod cserélni rajta. Üdvözlöm a tagokat egyébként, akik érkeztek, illetve akik már régebb óta tagok, mert igazából csak Oliver érkezett, a többiek csak flexelnek azon, hogy ők már túlsúlyosak egy jó ideje. Hogyha ezen lehetne flexelni, akkor az életem egy hatalmas nagy, én lennék a flex champ. Jövő héten jön a hidegfront, mi a véleményed róla? Patrik, hát mi legyen a véleményem róla? A pattanásomról van véleményem, azok, hogy az jó nagy. Várjál, mindjárt megnézzük ezt közelről. Na, nyilván megkímélek majd titeket attól, hogy én ezt kinyomom, hogyha... Nem, azt nem tudom kinyomni, nagyszerű, jó. Szóval véleményem a hidegfrontról? Hát figyelj, nincs véleményem a hidegfrontról, tehát jön. Sejthető volt, ma is 28 fok van itt nálunk, pazd meg. Április közepén, szóval hogy szerintem májusban sem szokott... Vagy nem gyakori, május 14-e, mondjuk ugye egy hónapot számolok rá, akkor sem szokott egyébként szerintem ilyen 28-29 fok lenni. Úgyhogy brutál, úgyhogy már valószínűsíthető volt, hogy egyszer jön egy lehűlés. Lesz itt eső, másfél-két napot ír,
szerintem nem lesz olyan vészes, mint ami tavaly volt, úgyhogy az árvíztől én nem tartok. Majd meglátjuk. Lassan megyünk fölfele. Ezt el kellett volna pattintani, bazd. Úristen, ez is szörnyű. Na, akkor összerakom itt a sztorimat. Hajas, nem kellett volna a túlsúlyt váltanod, faszikám, de köszönöm szépen a cuccot. Tyúkok tojnak már? Réka, hát tegnap óta vannak itt, tehát hogy nem. Még nem, mármint hogy akitől szereztük, ő azt mondta, hogy tojnak, tehát hogy jó tojók elvileg, nálunk tojótápot is kapnak telibe, viszont azt mondta a csaj, hogy még ilyen lágy tojásuk van. Meglátjuk, hogy ez mit jelent, majd még mi tanulgatunk, meg ugye van ismerősünk, tanyasi ismerősünk, aki nagyon benne van, és nagyon ügyesen csinálják, és akkor ők azért segítenek nekünk sok mindenben. Nagyon aranyosak, ugye éjszakára be vannak zárva az olba, teljesen jól viselik értelmszerűen, már helyezkedik a tyúk ott a tojóládában, már ott kiízélte magának a fészket, már nagyon, nagyon csillesen nyomulnak amúgy. Nagyon csillesen nyomulnak, úgyhogy nem lesz abból semmi baj. Ma volt egy olyan, hogy egy sas így érkezett, nem volt semmi, tehát nem ráment, meg ilyesmi, de ők már azért jelezte a kakas, már ott már ki volt egy kicsit, már feszült be. Úgyhogy jó arcok amúgy nagyon, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy állítsam ezt, hogy lássak itt mindent, és akkor mindjárt megyünk is fel. Mi az, hogy nem kellett volna, jó uram, ez a minimum. Ugyan már, hajas, nincs erről szó. Na, let's start the game, shall we? Toás. Úgyhogy kíváncsi leszek, ugye annyi van egyébként velük, ugye, hogy ők sejemtyúkok. Tehát ők amúgy, és miért írja be 6000 szé elérés engedélyezés, ezt nem szoktak kérni egyszer se, de mindegy. Szóval, hogy ők sejemtyúkok, ami azt jelenti, hogy őket nem szokták vágni. Alapból nem is akarnánk vágni, tehát hogy én arra egyszerűen én bevallom nektek férfiasan, én nem lennék képes levágni egy tyúkot se. Nincs azzal semmi bajom azzal, aki levágja, mert én is tudom, hogy eszek csirkehús, tehát hogy nem, ez egy ilyen furcsa paradoxon ilyenkor mindig, de én nem tudnám megtenni, az a lényeg. És itt sem, de itt őket nem is szokták, őket tojásért szokták tartani. Meg alapból elvileg kék húsuk van, meg kék vérük vagy mi, I don't know, de jó arcok amúgy nagyon. Léva, köszönjük szépen a subgiftet. Sajtos zsüble nevében is. Na, lassacskán bent vagyunk. In the fucking game. Akkor azt mondja, hogy egy ilyet tolunk rá. Azt mondja, hogy egy ilyenre átmegyünk. És azt mondja, hogy... Ja igen, srácok, és... jövő hét folyamán érkezik egy Isti Hunt. Is, amúgy. Tehát a hétvégén? Nem, még pénteken vettük fel. Még nem vágtam meg, még hozzá se nyúltam, megmondom őszintén, mert tényleg most tyúkolépítés, meg a tököm, ugye most nagyon ilyen 6000 dolog volt, meg a kerítést is amúgy csinálni fogjuk majd májusban. Úgyhogy, ó, mi ez az autós találkozó itt? Úgyhogy jönni fog egy Isti Hunt is a héten, jövő héten érkezik. Aha, azt viszont onnan lejjebb rakjuk amúgy a facecamet, mert ez itt szokott lenni. Az még az Isti Huntból maradt ott, hála a jó Istennek. És akkor egy autó, ja igen. Bogi ide, jó van. Okay. Alright. Úgyhogy most azért van 2100 dollárom. Semmi Máté, nem Máté. Ez nem itt van. De itt van, ugye? Oh shit, ez bazd meg, nincs itt a kocsim. Mi a fasz? Hol van akkor? Hát ide raktam le, bazd. Nem ide raktam, hol van? Írja valahol? A racetrack, az meg melyik? Melyik az a racetrack? De most bejelöltem térképen. Mi a lovasnál van, bazd meg? Akkor I guess telefonálunk. Én nem tudok mást. Ja, hangerő jó amúgy minden? Aha, szerintem elvileg jók vagyunk. Lehet egy kicsikét halka játék mi. Majd meglátjuk. Most mi a szart csinálok? Telefonáljunk.
szereti. Most tudom, hogy lesz-e amúgy ma. Most tudom, hogy fönt van-e. Hello! Szevasz, keleti blokk! Helyzet van, kicsi barát. What's up? Figyelj már, tesi, el tudnál jönni értem a izére? Ide a mólóra, bazzeg. Aha, mindjárt ott vagyok. Aj, thanks, thanks, kösz. Cső! Hello! Cső! Na jó van, hello, hát akkor jön. Na majd akkor majd jön. Át is kéne öltözni, de tényleg nem tudom mi a terv mára, nem tudom, hogy a többiek amúgy valamit esetleg intézkedtek, mindegy, megbeszéljük majd a keletivel. Azt mondja, hogy kajás vagyok? Hol lát? Nem vagyok kajás, az életem van szar állapotban. Hát el kéne menni orvoshoz vele, mi? Valami ilyesmi. 41 hónap, úristen Lívia, god damn! That's a lot. Mit szóltok amúgy a két okoshoz, srácok? Mit szóltok? Hallottátok? Láttátok, hogy mi van? Hogy így ilyen, ott is van már ilyen föltolatva vágod, de így szexizi. Mennyi ember volt ott a izé, Balázs Kixnél? Elég beteg. Yo! Hello, kicsi barát. Yo, kösz szépen, tesó. Na, mi a pálya? Jó a t-shirt, brá. Küszi. Kicsit már izé untom a pirosat. El kéne menni átöltözni, mi? Ja, meg hát a kocsim kell leginkább, de át is öltözni, ja. Srácok, hát többiek? Nem tudom, egyelőre még semmi igazából, itt voltam a boltnál nálam. Jó, akkor menjünk el. Gondoltam, eltűnézek hozzád. Jó, azt a kurva. Kezdjük az átöltözésre szerintem. Yes, sir. Új szettet akarsz, vagy jó lesz valamelyik? Valamelyik tökéletes, de csak ne ebbe legyek, bazzik, mert ebbe voltam sitten aztán. Kissé már büdös, bazzik. Jó, vágom. De mi volt múltkor? Még lettél baszva? Hát meg, persze, valami 1400-ra, valami ilyesmi. Jaj, de azóta voltam Májcra város, mert töltöttem a bolton, bazzeg, aztán... Meggondoltam, hogy nem magadtól jutottál ide. Jaj, aztán kivettem a boltból, bazd meg, hogy ki tudjam fizetni a váltságot, bazd meg. Na fasz. Váltságot? Mi a faszról beszélek? Vágom, mit beszélsz? Vágod te. Gyere felhívva. Jaj. Szóval ezt megint, ez csak így érzésre kell? Lehet, ez csak érzésre kell amúgy csinálni. Mondjuk, na még korai, még nem ment oda. Most mondjuk megnyomta. Vagy alapból meg kell ezt nyomni? És akkor ez csak így bedob? Szerinted cringe volt? Hát Tom, hát figyelj, ez... Aha, most így benn vagyunk, jó. Én az az érdekes, hogy az egész kétokos jelenséggel kapcsolatban nagyon furcsán vagyok egyébként, mert hogy nem tudom eldönteni amúgy, hogy szimpatikusak, vagy tehát vannak dolgok, amik egyenesen antipatikusak, teljes mértékben, tehát az a felelőtlenség, stb., de érdekes. Na, itt vagyok, bro. Nyomogatod. Alright, gyorsan, akkor átvedlek aztán. Mit vegyünk fel? Ruhák, annyi ruhánk van már amúgy, mint a szar. Pippen, legyen a Pippen. Pips. És ehhez amúgy van maszk, tehát nem értem, hogy van amelyikhez nincs, I don't know. Na. Azek, hogy te neked mindig új ruhád van. Hát tesó, hát figyelj, bazzek, hát nem de úgy van az. De nagyon nagyot mész, geci, úristen. Hát figyelj, nem úgy van az, faszi, hát most bazzek, bevásároltam, érted? Komoly you know. Ez hogy le van foglalva a kocsit? Nem, csak az izén. De kurvára elfejtettem, hogy a hajós pubba hagytam. Yeah. Ez nem a tiéd, ugye? Nem, hát jó. Yeah. Alright. De szerintem az enyém az le van foglalva. Yeah. Remélem nem fognak összekeverni valami banda taggal, bazd meg. Nem hiszem. Mert hogy ugye gondolom, hogy lakatost is elkaptak. Ja. Nem nagyon jelentkezett. Hát ja, leültem ott a kis időmet, bazd meg, amit adtak, aztán bazd meg annyi volt. Engedtek ki, de elég gáz volt amúgy. De nyilván melyik semmi... Tessék? Mondjad. Melyik publikban van a gépben? A hajó. A hajós, bazd meg lovas. Yes. Szóval nem mondtam semmit, bazd meg nem nagyon hitték el, de szarom én le. Tehát, hogy... Mondtam nekik a végén, hogy viszlát, az kész. Úgy találkozunk majd még, bazd meg. Megint a serültségre vitték, mint a múltkor? Yes. Az... Persze. Igen. Na már igen. Hív a lakatos. Na, zsír. Halóba, kicsi barát! Az hol van az itt, kicsi barát? De jó az a Mazda. Hát figyelj, most viszem Elentízéhez, mi ez, lovas publikhoz.
Azt gondolom, ellen utána megyünk izéba, boltba? Aha, aha, kirakok pár melót. Akkor 7-Eleven-nél tala. Hát akkor azt még, akkor gyertek 7-Eleven, aztán elviszlek átöltözni az izé házba. Ókésba. Yeah. Ókésba. Jaló. Ja, úgyhogy ilyenek. Hát jó van. Nem baj, majd legközelebb nem tudom, bevisszanyósulés. Ja. De amúgy kurva jó volt bazd meg a sztori, mert előtte odaadtam, nem tudom, azt hiszem a Ruiznak, odaadtam a stúdiumat. Da, Ruiznak odaadtam. Hát kurva jó, hogy megtettem, mert tudod, egyből nem tudtak semmit rám baszni, mert mondtam, hogy figyeljed, rá kényszerítettek, azt csókolom, hát most... Nyilván nem hitt el a csávó, hát én meg szartam le, hogy most elhiszi. Nem szarja le. Hát az bazd meg. Kész röhely. Mekkora szettek, bazd meg! Ilyen elegánsban van az úri ember, a 700-at. Yeah! Hát feszengenék benned a sóra, jó? Szerintem nincs is autó. Csó, nem múltkor vele beszéltek? Barátom, Kárter, nem emlékszel rá? Dehogy nem, tesó, persze, hogy emlékszem. Szia! Beszéltem vele telefonon, hogy majd már szólt is akkor, még aznap, az múlt hétvégén. Szólt is, aztán mondtam, hogy beszélünk majd, hogyha valami van, hogyne. Na. Manowit. Most mi baj van ennek a fasznak itt amúgy? Azért nem tudok, nem. Pofázik hát, nekem, tesó, pofázik. Jaj, az a baj, hogy itt benne vagy a száj arcába. Aha. De azért csak így nyögdécsel itt nekem, azt nem értem. Na jó van, bocs. Na akkor kégli? Vagy nem, bolt. Előbb bolt, csak meg... vigyél a létszik. Ja jó, easy boy. Nincs itt csak a Mustang. Ó, még benyánk is. Ez igen. Haver! Hát átmenjünk rajta, szép kocsi. Pátja. Szép kocsi. Köszi szépen. Hát bazd meg, hát lelépnek elénget, én megyek át rajta, azt még neki fog feljebb állni, vágod a végén. Ez biztos bazd meg. Imádom bazd meg. Halok bele. De hallott, tesó? Te neked látszik a térkép, és 7-Eleven, nem azért? Pedig nekem nem mutatja. Hold up. Látszik hát. Akkor jó, csak nekem van izé megbaszódva. Lehet. Kisba. Kezdem unni ezt a Verdát, nagyon tesó, az van. Most miért? Nem tudom. Lehet, hogy izé azt csinálnám, hogy vennék valami másikat, tudod, és akkor utána ezt kiadnám ilyen izének, tudod, ilyen bérelhetőnek. Da. Esetleg. Eladni nem akarom. Az semmiképpen se, de úgy unom, tudod, nehéz, bazd meg lassan, tehát én megyeget amúgy, de meg annyit teszik, mint a kurva élet. És mit akarsz venni? Nem tudom. Izét akartam volna, hogy valami jó japánt, bazd meg, de hát az a Drift Kings, az bezárt, vagy mi? Került be amúgy egy másik ilyen Plymouth a városba, csak nem tudom, hogy ez, vagy nem tudom, hogy ez került be, vagy egy másik. Mert hogyha meg tud nézni, hogy hát mi akkor az oda megyünk, akkor most oda megyünk, tesó, hát aztán utána. Oda, hát ez úgyis itt van. Itt van a pont úgy. Easy. Te ez véletlenül bekerült, akkor nem nagyon fogom én ezt kiadogatni. Akkor, ja. Egy dolog hiányozni Halló? Fog benne. Ja jó, boss, beszélj csak. Ó, geci, vigyázz. Mindjárt ott vagyunk, csak megálltunk az izénál. Mi a lófasz ez? Az autókereskedés. Ja, chillesztesd le. Mindjárt megyünk. Ugodjon le a picsába. Persze. Na, okés. Cseh. Okés. Hello. Wow, azt most miért hallottam ilyen hangosan? Na, mit akartál mondani? Hogy nem adod, vagy ja, akkor hogyha véletlen itt meglátom itt a katalógusban, itt a faszinál. Figyelj már, tesó, Plymouth van, vagy valami? Hú. Az a csávó, akinek az játék elején elkölt. Na most az, vajon azt én hol látom? Super klasszik, Plymouth. Hát ez nem az. Ez biztos, hogy nem az. Mennyibe kerülnek ezek amúgy? 19 000 ez? Impala. Úristen, ez mennyire állna hozzá? Azt a kurva, ez ilyen, egy ilyen kéne. De az a baj, ezek... Felső kategóriát, az biztos, Lamborghini. A klasszik kategóriában van. Hát igen, ott de nincs. Ja, itt még tudok menni, várjál. Pontiac.
Úristen, de szétadom. Plymouth. Nincs itt bent szerintem. Plymouth van, de az nem az. El Camino. Bazd meg, de szétadom. Jézusom, ez is mekkora flash amúgy már. Ez. Ez nem a Lolita amúgy, bazd meg. Dehogy nem, ez a Lolita, nem? Kedilek. Hát úgy, dehogy nem, ez a Lolita, bazeg. Ugye? Szerintem simán. Anyád, de kurva jó, egy ilyet amúgy szétadnék, csak az a baj, ugyanott vagyok, tehát nem tudok vele gyorsan menni. Ezek ilyen krúzolós sztorik. Ez a Merci. Impala SS. Hát az nincsen. És akkor izében nincs olyan ilyen középkat? Nem, ott benne is Honda Odyssey. Ó, azt a kurva eget. 20.500. 24. Fiat. Spider 25. BMW M3. Egy dologot akartam még megnézni. Hallasz így, hogy dumálok, tesó? Eje, nem nagyon jó. Ford Fiesta. Na jó. Mercedes-Benz. Azt a kurva. Na egy ilyen amúgy. Tehát azt akarnám megnézni, hogy ilyen izék vannak-e. Ilyen kisbusz mondjuk. Valami kisbusz van-e, amivel mondjuk én is ki tudnám szedni. LTD. Na, ja igen, az LTD. Igen, a jó öreg LTD. Volkswagen Type, ugye van ez. Hát, nem tudom, annak mekkora a csomagtere. Azt mondja, hogy ez van még. Ford Thunderbird. A Thunderbird! Lolita on top, Volvo az kombi, Vitara az biztos, hogy nem, Toyota RAV4, Camry, Crown Vic, Prius, egy ilyen amúgy, egy ilyen is jó lenne, de ezért nem tudom mennyi fér, geci, egy ilyen Ford, ez baszó amúgy, not gonna lie, van, na itt egy van, tessék, van van, Bravado Yuga van. Egy ilyet kéne venni, és akkor azzal tudnám én is szállítani a cuccokat, simán. Simán, bedobozolgatom, és de a rendeléseket, hogyha arra van szó, csak azért egy ilyet megvenni, hogy a Collector's Edition. Eldora, mi? DeLorean! Azt a kurva, menj már a picsába, mekkora jó. Lincoln Town, hát igen. 388 000, Jézus Isten, atya úr, és 650 000. Hát úristen, hát azt termeld már ki, Chevrolet, ja igen, és kicsit vagyunk a szuperklasszikban. Jó, hát no, hát ugye 20-szer egy kis busz, az. Na, tesókám, megnéztem, nincs benn, nincs. Nincsen benn, nincsen, van Plymouth, van, csak az már újabb valamivel szerintem. Ja, aha, hát, és ez miben totta. Van? Tessék, az 20-25 körül valahogy így. Mert én láttam egyet, az 54 volt talán. Aha, akkor lehet, hogy rosszul emlékszem, de az izé mindegyiken végigmentem, és a hát, ja. A 71-es talán az, ami 54 ezer, ez meg talán 70 is. Valahogy úgy, meg hogy más az egész kategória amúgy. Tehát aha, ez kicsit olyan úgy nézett ki, mint egy izé, Mustang, vágod. Aha, vágom. Mustang! Mustang! Menjél már, bazd meg! Na jó van, srácok, már ott vannak. Eladó elérhető munkák Flux Marketben, ezek 100 dollárért dolgoztatja az embereket. Ki van tömve a pali? Hát ez tele van mind a déli bot. Hát az nagyon. Itt kell, bazd meg, tényleg az izé. TikTokot nyomni az úton, bazd meg. Hát nyomogatja. Hallom belete soha. Hoppá, még ott tesztelik a National Food Truckot. Hol? Ja, hogy izé, ott volt nem izéba, olvastam. Twitteren. Na majd mindjárt eszünk egy akkorát, bazd meg. Hát egy kajátból, ami ott van. Hát jogos. Hát van ott más is szerint. Azt a kurva. Jézusom, ma megint mi van itt, bazd meg. Oké. Okay. Jó világ. Mi ez a Balázs Kicks? Hát egy izé a hely amúgy, egy piac tér valakod. Az getsz. Meg kéne keresni a Ruiz, például izét, pakatos. Jaj, addig én intézem a melókat, gyorsan kihajítom aztán. Hello. Tisztelet. Nincsenek benne a raktárba? Nincsenek. Nem, nincsenek. Na nézzük a
kassa. Igen, tudom, hogy üres a volt. 21 ezer van most a kasszában. Az még mindig nem annyira sok. De nem rossz. Na jó, árubeszállítás, akkor futár felvétele. És akkor az sokásos körök, ugye. OJ, 50 dolcsi. AJ, OJ, where the fuck is there? 45. Ugye? Szintén. AJ, OJ, szintén 45. Puff. Akkor. Steak. Ellen Steak, 45. Megint Ellen Steak, szintén 45. Nagyon jó. És akkor Energy. Jackson, where the fuck is there? Hol van az? Jackson Energy, szintén 45. És megint Jackson Energy. Here, szintén 45. Puff, kész. Energy, Steak, és akkor így elég jók vagyunk egyébként. Fáradjon ki a motorral. Na, azzal lehet kitolatni, tesó, szépen. Úgy, nagyon jó. Tartom az ajtót, köszönöm szépen. Menj még nyugodtan hátrébb, még nyugodtan ki egészen oda a izére, oda a burkolatra, útburkolatra, ott parkolj le, ne a járdán. Na, szia faszi. Faszi az útburkolatra, ne itt a járdán, oda le, oda, ahova a csávó esik le éppen, de ne menj át rajta, kérhetlek, ne. Fasznak se kell itt, bazd meg, valami baleset, mert hülyét kapok, rendőrök. Hey, mi az itt? Szevasz, tesó! Hát már felrobban az agyam lassan, bazd meg! Szevasztok, srácok! Hát mi motoros ez? Hát fia, az előbb beállt! Ez a csávó beállt, bazd meg, a boltba az előbb, gecc! Hát. Már megy a bolt ütővel, gecc neki! Na, Ellen, mondjak egy telefonszámot, hogy láttanál, nem itt van. Nem kell, köszönöm, mert van! Mondtam már neked a barkóba, és el van mentve, tesó! Másik telefonja van. Jaj, de jó! Hát akkor mondj! Itt van. Ott van. Ja, aha. Gyere ide, azt egy kontaktot neki, Ellennek. Akkor mondd. Másik telefonja van, de jó, most láttam én írni. De, mégis írni. Szerint. Na, szavasz, Kárkár. Csumos. Na, hello, mondasz egy számot, akkor elmentem az újat. Cső, persze. Az jó, hogyha mondod, nem akarom, hogy kétszer legyen, tudod, átírom csak az cső. Jó, nem mondom. Enyém az változatlan. Vágom, már kerestelek elvileg. Ja, jó. A megoldva, főnök. Na, 520-os. Oké. Okay. Nem, hülye vagyok. Jó szám. 480-os. 328. És 381. Jó, elmentettem. Vezér, ostya. Ez a motoros még mindig itt basszakodik? Amúgy, hogy mi a fasz van? Való, már levert a motorról máshogy. Isten áldja már meg a fejét, ha nem hiszem ebbe az. Á, lakatos megoldja, ne aggódja. God damn! Megoldom, nyugi van. Hogy ide rendes izé, biztos levegő. Pacek lett a szett amúgy. Kösz szépen! Hát ez ilyen kicsi barát. Van mosztelyk jelenleg? Tessék? Van steaked most lent? Most raktam ki melókat, most érkeznek majd be lassan, gondolom itt majd melókat kiraktam, aztán feltöltődik. Na szuper, azt már megvárom. Totál lefogyott már megint az egész sztori. Nagyon jó. Ja. Bocs, srácok, megyünk szerintem. Majd dumázunk, csöcső! Oké, okay, na, srácok, akkor húzunk valahova, vagy? Megbünteti maga ott a rendőr? Ja, azt a kurva. Jézusom, jól vagy, faszi? Jól vagy? Jól vagyok, tesó. Az Isten áldja már meg, na. Húzunk innen a picsába. Ja, én megállok tankolni majd, mert kifogyok, mire odaér. Rádióra gyertek fel. Kell egy új rádió, azt vágod? Van. Jó, oké. Oké, akkor megnézem majd mindjárt én is. Ez agyfasz a bolt, bazd meg. Menj nyugodtan előre! Nekem mindegy, csak elvittem, bazd meg. Ha igen, ez crazy. Az a motoros, bazd meg. Már felkaptam a vizet, bazzeket, egyszerűen hiszem, hogy beáll a motorra, egész a boltban. Hát én akartam rendezni, de hát a lakatos elrendezte gyorsan. Persze, így van.
Hoppa, kicsi büntető. A break check, azaz bazd meg. Merciben nem ülünk, ugye mögöttünk, mert az is jön itt, bazd meg. Nem, de nem a kárterék azok, vagy a zöldek a kárterék? Hát mit tudom én. Most mi a faszomat akar a kisgyerek? Tankolni. Ja, azt hittem... Nem a Ruiz, a csábó, aki nagyon meg akart adni a számot. Jaj, mit tudom én, gondolom balhét vagy valami. Rá, fönn vagyok rajt. Csinálom én is, nyomjátok a tankolást addig. Streamer módot én beírtam. A mod is off, akkor be volt írva, jó. Hopp. Amúgy csak végig kellettem, mert pöttyögnem. Színmód az on, jó. Akkor nézzük csak. Igen, mert múltkor leakeltem nagyon okosan a sztorit. Mondott, van már új. Azt mondja, hova rakták ezt amúgy? A izé frekik. Aha. Itt tisztelet, nem tudok segíteni, jóra. Nem nagyon halljuk egyébként. Jó. Ej! Uraim, most jó? Ja, most jó, most halljuk. Így tudunk van. Segíteni, jó uram. Államos panyémat mérünk, menjünk labolgatni, meg ilyenek. Ja, jó, van szükségem. Nem érdekel titeket vízipityóka? Nem nagyon érdekel vízipityóka. Jó, van nagy is. Jó, hát nagy vízipityóka se érdekel. Közben legyetek már. Ne jobban, megyünk a faszomba. Kész vagy, jó, kiváló. Erősítés. Get the fuck out of here. Milyen erősítés, bazd meg. Ez full bagon. Ó, Isten. Ha megyünk rabolgatni. Erre menjünk. Lefoglaltakhoz. Kell egy gép nekem is. Mindjárt főmények az izébe is. Lakásba pisztolja, bazd meg. Kivegyem a kocsit. 250. Hát kurva jó, annyit nem húztam. Van nálam. Tudok én. Megoldjuk. Na, akkor tudom. Kinek kell adnom a lóvét? Nekem, de right. Viszont akkor hadd utaljam vissza. Hajd a faszba! Szavasztok. Biztos? Yeah. There you go. Honnan tudja, hogy 7-11? Fú. Hajd a faszomba! Csak úgy kiváltságból. Find out. Ez itt már voltam egyszer, nem? Igen, ez valami templomnál van. Ez itt van a városban egyébként, ezt elmegyünk. Ez valahol itt volt szerintem. Ezen a részen. Hallod, Ruiz? A kincsem az ott van annál, ahol a templom volt, emlékszel? Oda együtt mentünk el, azt hiszem. Tábla kiírással, az itt van valahol, nem? Az a Horsnobius? Tessék? Mondom, az a, ami izé van, Horsnobius, az van rajta? Yeah. Én is kíváncsi vagyok, hogy az itt van. Az itt van valahol, úgy emlékszem, ja. Voltam már ott egyszer. Én kurvára nem találtam meg, hogy kerestem. Követlek, Ruiz. Várja, ha jól emlékszem, akkor megvan. Mindjárt kiderül. Deves. Lovashoz, mert légy szíves, mindjárt megyek oda. Ja, valahogy itt a gettóba, úgy rémlik. Nekem itt ez. Yeah! Ez volt a templomos.
mi a bánat? Ez az, vagy nem? Ez az? Na mit találtál? Mit tudom én, várjál! Aha! Egy Jägermeister tesó. Hú, az nagyon kell a testedbe. Nagyon kell, bazd meg. Az enyém az kim van paletóba, úgyhogy majd lehet összeszedem, amíg ti varázsolatok. Ezért csak eljöttünk már, ha már itt van, nem? Dehogy nem. Most lovas? Hát én oda megyek. Alright. Nagyszerű. A trafik amúgy megölnek egyébként teljes mértékben. Watch out. Ez majdnem izé nem adta ki. Lovashoz még. Hú, de megbonyolítom amúgy a dolgomat, Getsz, na mindegy. Megleszünk. Taxiból kifolyólag már vágom erre. Ott lesz a izé, kaszinó. Így van. És kész, nagyon jó. Csak tovább kellett volna menni amúgy, annyi lett volna a dolog. Le akarja cserélni. Ez a majonéz mit akar? Fasztap! Szevasz tesó! Majonéz, bazd! Már meg se ismersz. Hallod? Hát nem tesó, leharagd. Brian, a múltkori itt ott a garázsba. Jéjá! Hát persze! Kárter, az mi a faszott ember? Az mit csinál? Jézus Isten, Geci, fölment egészen a falra. Jézus! God damn! Van itt baj bőven, bazd van, meg. Van, persze. Hát bazd meg, olyan sztori van első hiszed, be akartak tennem finni a sítre. Ja, én voltam múltkor, egy kicsit. Voltam. Hogy sikerült? Hát, volt egy kis buli, szarul sikerült, bazd meg, aztán kész. Istenem. Engem tudod miért? Mert tudod mi volt nálam? Egy darab rugó. Egy rugó? És mond, egy rugó miatt be akartak finni. Mondom, Adej. Egy rugó bármire jó. Tehát most honnan tudjak, hogy nem egy tolvó szedtem ki, érted? Hát amúgy ja. Hát bazd meg. Hát engem vittek már be izéért, pecabotért is, bazd meg. Hát, ha, ja. Ha nem, ugye nem legális, ugye nincs engedélyed, de ez nem is kell hozzá. Tudok egy helyet, ahol nem jön le rendőr, mert nem tudnak konkrétan, csak én nagy terepjárok tudnak eljönni, ez a jó. Ja. Mondjam a helyet? Tessék? Nem kell, ó, ugyan már is, nem fogok itt izé hajladozni. Görnyedezni. Nem tudom, perceséget, kiviszem, azt forgászok, van egy 1000 csalim. Jó van az, jó az. Hát én nekem az nincs türelmem, tesó, én felrobbanok. 100 gilisztán, én 1200 a profitom, az a jó. Honatkozok. Hát az jó, az jó, az jó. Az így. Hát a gyorsan kell pénz. Ha meg tényleg, még gyorsabban kell, akkor meg tudod, hogy elkapjuk a jó öreg tabletet. Yeah. Jó fasz, utána már a bőmény. Hát ugye ez az üvegvágót. Amúgy srácok, mi a terv most? Vagy most mit csinálunk? Hát éppen próbáljuk a csúcsot megszületni, de eltüntetünk el. Jó, jó, jó. Jöttek a kuhara. Mire? Ne, semmi, csak kuhara ja, tartom, mert jön Carter. Bazd meg, hallod, mínusz 700 vagyok, aztán izé, nem tudom kivenni, hogy lefoglaltam, izé, ház elvitte. Az kellemetlen, tesó, az kellemetlen. Nem, az. Megyek povágódok, hogy nem tudom. Jó, van, hát fia, hajrá, hajrá. Get money, get money in bitches. Elég kellemetlen. Azaz. Back boom in business, yeah. Szevasztok. Na cső, mi a kellemetlen, Kelti? Hát, fogtunk egy pisztoly. Micsoda? Miért? Hát mert eltűnt a Ruiznak a kocsijából, és nem fotózta le. Oh my god. Skatok, adjak egyet? Adjak egyet, van eladomba. Egy párom.
Nem, nem kell tesó, az meg nincs egy hetese. Nektek olcsón adom bőven. De tudod, nem, de tényleg nem kell, köszi, köszi, köszi. Van elég, nem azzal van a baj, csak na. Na, jó melód. Hát, ott baszom az anyját, az egész. Oké, oké, na csöcső. Meg lesz egy ATM-et, ne szavaztok. Jó van, hello. Na, szóval. Hú, kibaszott mérkes vagyok, ge. Faszom, ge. Hát most én is egy picit. Bocs, keleti. Hát nem baj, igazából nópara, csak ja. Beszoktuk így a fasz. Na jó van. Csak mi a tököm ám? Mi legyen, srácok? Hát jó, hát akkor háromról vissza kettőre, aztán kész, nem egy nagy vasszizdasz ez. Ja, mert három? Három volt? Ugye, még szóval kettő. Ja, jó, hát akkor kettő most van vettünk már még egyet, az izé, a lakatos. Ja, jó, az pont az volt, közösen fantasztikus. Jó, hát... De jó van, de most azt nézed, akkor nem sokat fizettünk érte úgy, hogy fejenként. Hát jogo, persze, persze, szétdobjuk, csak hát bázd meg. Jó, hát... Se happens. Menjünk arra egy picit. Csöpöt, csöpöt. Kicsit megkarcoltad az autómat, faszia bringáltan. Ez mi a fasz volt? Tesó. Ugye? Ugye tesó, tesó, tesó. Faszi, gyere vissza, bazd meg. Üzle, tesó, üzle. Hogy is jött állunk ez a bicikit egyébként. Oh, god damn. Kurva anyját, ismeritek? Dehogy, ó, hát bazd meg, ugyan. Na jön vissza, bazd meg, mindjárt leszedem. Kis köcsög. Állj meg, faszi! Yep. Na, dumáljátok meg! Úristen! Hát... Hát ülj a kocsira, aztán üsd el a picsába, bazd meg! Komolyan, gec! Gyere vissza, Ruiz, majd én elintézem a szépen. Elkenem a szépen, ja, bazd meg! Hú, érdekesen történik a dolog. Vagyis ha az van, micsoda? Ha hamis rendszámmal raktatok el, akkor lehet visszajeg üzenik nélkül is. Azt a kurva, mi van ott, bazd meg? Ember! Elviszi. Or, Isten, bazd meg. Na mi a fasz van? Mi a fasz van, hülye gyerek? Oh, geci! Istenem, úristen. Most szépen elállok. Gyere, ne tegyek sikert! Te szemét, te szart! Wow, bro. Na mi van, még ugatsz? Ugatsz még, ha? Kibasszad, kis... És kapta? Szóra kurva eget már, bazd meg! Szóval... Ez a gyerekek kicsit beszartam, mint tőletek, de köszönöm szépen, segítség. Jel van intéz, meg van agyalva a kis köcsök, bazd meg, azt ott feküdjön. Na jó, csá. Gyere, Ruiz, fel, elintézzük a gyereket. Istenem. Keresett, mondd, nem láttam. Na, a lakatos, úgy fejbe kurtál, geci, a kurva ütődde, bazd meg. Persze, bazd meg, geci, pont belemásztam. Pont éppen más, izé, suhintottad, bazd meg, azt én... Na, oda vittem neki a kerítés túloldalára a biciklit. Oh, úgy kell, úgy kell. Nem is vele, hogy ott van a bicikli. Csöppet rohbe szültem, bocsánat. Semmi baj. Majd lehet, geci, lerúg a bicikliről, bazd meg. Ne, egy kis hülye gyerek, bazd meg, ott megérdem, ott feküdjön. Na. Srácok. ATM, Bolt, valami. Valami, szamszam, ezért... Ha jön a mentős, küldjük már el a... Ja, hogy hát itt nincs, hívtam, vágott, hogy hívjuk, hívtam, mert amúgy nekem... Valami gyógyszert adhatnom, ami fájdalomcsapított, bazd meg, a fejem az hasonlott. Jó, aztán annyi. Ennyi. Oké, okay, akkor te hívtad, kész. Így van. Mert hogy már őt szedje föl, bazd meg, ott feküdjön ott. Na, szóval, hogy ezért nem tudtok ti se sokkal többet, mi a bankról még mindig. Így van, tesó. Nem nagyon, de beszéltünk a gázmaszkosokkal. Persze, meg lehet kérdezni. Próbáljuk meg? Hát csak az a egy pisztoly, az nagy... Aj, Istenem. Oda már valami nagyobb kali kéne, nem? Hát az a baj, hogy szerintem egy bankra ma úgy reagálnának a rendőrök is, hogyha nincs mindenkinek piszta, akkor lehet megkockáztatnak a behatolás. Az meg senkinek nem jó. Figyelj, ha túszunk van, nem fognak bejönni, ez fix info. Hát figyelj, te nem baszakodnak. Amúgy jog, amúgy... Túsz életekről van szó, nem baszakodnak. Amúgy keleti mondja jót, bazd meg. Na szondom. Hát? Csak sok túsz kell, tehát ide nem elég a négy. Próbáljuk meg. Hát meg mi kell még hozzá? Akkor azt hát vágjuk-e? Ja, de a gázmaszkosok. Right. Sok minden kell, az a hát baj. Akkor... faszom. Csinálhatnánk azt, hogy megbeszéljük velük azt, hogy besegítenek nekünk, mivel mi is besegítünk nekik. Tehát ők adnak egy pár embert,
eljöhetnek velünk, kapnak, mit tudom én, 20%-át a bejött lének, mivel két embert adnak, vagy a faszom tudja, vagy egy embert adnak, meg az információt. Ne, csak az a baj tesó, hogy akkor 20%-át megkapják a bejövő lének, aztán utána még megsarcolják, így van. Meg még ők is mossák, akkor az már kapásból olyan 40-45. Az a baj, hogy más nem tudunk csinálni nagyon. Hát a infót szerintem kell ember. Szerintem is csak info kell tőlük is kész, hát négyen vagyunk, hát. És no offense, az a baj, hogy négyen vagyunk, az tény, de ez még így nagyon kevés. Amúgy ott vannak még a kárterék is amúgy. Ah, a kárterékkel már viszont jó lehet. Worst case scenario-ba. Ez konkrétan az. Hát csak kérdezzük meg, hogy mi kell, ezt egyáltalán van-e, meg fölhívjam őket amúgy? Vagy most először beszéljük meg akkor a izékkel, a maszkosokkal, igaz? Nem biztos, hogy ők tudják amúgy. Right. Hát meg megmondják egyébként a... Aha. Megmondják egyébként a maszkosok szerintem, hogy hány emberrel érdemes, mert biztos csinálták már persze. Persze, össze kell velük futni igazán, yeah. Easy. Amúgy biztos azt fogják mondani, hogy motor fog kelleni. Mert már legutóbb is azt mondták. Legutóbb is azt mondták a boltra, hogy egy ember elég. Nekem meg valaki mondott egy ilyet már amúgy, hogy ebből lehet bérelni is motort vagy mi. Azt is ők mondták. Ja igen, ők mondták, ja. Hát mondjuk én és a motorozás bazd meg. Jó, hát... Nagyon drága egy motor amúgy, fú, basszátok meg. Valami 25-30 ezer dollár. Hát, de a boltban nincs annyi pénzem, bazd meg. Várjál már. Kéne vegyek egy bömös motort, mert van olyan. Nem, szerintem cross motorra gondolnak ők. Ja, hogy fel a izéhegyekbe valami? Aha. Mhm. Hát de szerintem sima gyorsasági motor is elég faszát mehet. Ja, biztos, csak azzal nem fogsz úgy manőverezni. De hát amúgy hallod, a motoros járőrtesó múltkor, amikor engem elkaptak, geci, az jó. Végig ott volt a BMW mögött, bazd meg. Tehát, hogy így... Azt nem rázod le, tudom, az olyan. Ha visszaemlékszel Ellen, amikor ketten próbáltunk KTM-ezni, aha. Akkor is ott jött utánunk a motor, csak azért ráztunk, mert bamba volt, és ezért nem vett észre. Hát meg azért, mert lementél az útról, tudod fel, és meg ment tovább. Ja igen, elfogott a fék, később fékeztem. Az volt, köci. Becsúszta az árokba, azt nem vett észre. Hát nem az árokba, hanem tudod, így volt egy kanyar, és akkor így szépen így egyenesen ja, kiabítsa. És utána jött a domb meg a hegy, tudod, és akkor így pont ugye kitért, ki lement az útról, és így föl oda, tudod, egy ilyen kis bozótos valamire, bazd meg, az meg ment tovább a kanyarba, a motoros. Az komoly, bazd meg. Azt ennyi csak volt. Csak ezért ráztuk le egyébként, ja. A motort nem lehet nagyon lerázni kocsiban. A motor az nem egyszerű, az biztos. Várja, már ránézek barátunkra. Hát én szarom le. Hát nem nagyon, hát meg engem se igazából. Na mindegy, úgyhogy... Szóval láttam, hogy írtátok, mindegy, most nem tudok be... Sajnálja a fasz. Hát én nem yeah. Sajnálom. Egy biztos, el kell menni az izé, ki... Megy már, hogy bazd meg. De szóval a kincs, amire el kell menni. Alright. X-info. Mert nem tudom, hogy van benne, múltkor is izé volt benne, tesó, préli farkas bőr vágott, 10 darab. Nekem meg izé, plazma vágott. Ez 700 dolar. Kajak! Várjál már, még egy helyen lehet a pisztolyt. Hát na. Ez... Kíváncsi leszek én erre. Majd határozottan. El kell mennem izét venni majd, piát, mert kajám az van adok még, én egy darab ja. Bolondos ellensték. Figyelj, izém van, pohárkrémem van, az jó lesz szerintem az neked. Az komoly, bazd meg. Ez még a izéktől van, akik vitték, azon a fulltrákosok talán, hogy nem tudom. Nincsen. Makaronos pohárkrém, keci, beszarok. Az az tesó. Hidratál az valamit? Nem rossz ez. Na jó van akkor. Jó a szájérzete. Az biztos, bazd meg. Jó makaron amúgy. Van egy roadman-es kártyám amúgy. Nem mondod. Még mindig megvan. A kurva néni kérdett, hogy még mindig megvan. Én meg izé nem tudtam semmit se locsókodni már, mert bassza meg az anyját nem volt. Jó bogarás volt a rákos szár. Bocsánat, kicsit kibaszom. Bunkók voltak a nők. De tényleg, bazdmeg, mi az, hogy én már voltam nála locsókodni? Nem voltam nála be volt bassza, hagyja. De hát, kurva anyját, pedig nekem kéne innom. Szorod be lapot, meg tudod mutatni, tesó? Hopp, persze, gyere. Már be is csúszik a zsebbe, figyeld. Mutasd már. Hát de várjál, kocsiba van. Ja, jó. Ami nagyon jó néz ki, esküszöm, ahhoz képest, hogy ilyen kis izé... Gárétól kapta, nagyon vadász megy. Elküldöm a Beckettnek, bazdmeg, rédeltetni. Köszönöm,
Nekem is kéne valami új szedbe az meg, de az baj, hogy olyan borzalmas izé ruhák vannak a városban. Ahó, te meg, nem áll jól. Patent. Jó, hát neked okés, hogy jól áll, az meg, de én neked, ne, izé, nem, én nem, BBC meg a faszom. Hát bazd meg, hát most. Majd talán egy másik életbe. Tehát okay. Úgy leraktam a kocsit, csak elfelejtettem kivenni belőle alap. Yeah. Ne, van nekem is, próbálok leszokni. Micsoda, hagyjad már! Yeah, büdös tőle, az összes cuccom full büdös tőle. Tényleg meg is nézem, bazd meg a Tindert, Getz. Amúgy eléggé belassultak, gadzsik. Be amúgy, nekem se írnak vissza. Na, így egy darabig úgy izé, aztán hát már úgy tipik, unatkozó. Hashtag nyugis, hashtag komoly, hashtag humoros, sáj vagyok, micsoda, nem keresek kártámi micsoda szexi képet rakott ki az úrba, az meg azt a kurva, eget? Bazonyom. Tinder. Ó, oh, Jade, aha látom, ez ilyen boszorkány flash amúgy kicsit, nem? Na hallod, figyelj már. Azt tudja. Hamisítsünk már rá egy izi aláírás. Yes, azt mondja, yes, humoros yes, csaj vagyok, nem keresek alkalmi kapcsolatot. Ex, that akkor shit. Ex. Parancsolj. Azt a kurva, ez egy rookie, bazd meg. Hamisítsunk már egy aláírás. Te ritka gyere azt a kurva. Te figyelj, és ezekkel mit tudsz csinálni, amúgy eladod? Azt kéne, bazd meg, megfogod a nem kártyát, tudom, még tartogatom. Szerzel hozzá egy cipőt, az egy kincsből, és egybe eladod. Az a szedbe, tesó! Az mit menne, tesó? És még hamisítok rá egy aláírást. És eladom aláírt darabként. Az a baj, pisztolsz be, ez nincs a boltokba, bazd. Amúgy tudod, mi gondolkodtam? Esküszöm, azon gondolkodtam, beszélek a városvezetéssel, csinálok egy ügyvédi papírt, geci. Tesó, szétadlak! És amikor szárba vagytok, akkor bemegyek, mint saját ügyvédetek, azt lehozom az egészet a gecibe. Better call Saul! Haha, let's go, baby! Mit menne? Jó lesz az! Jó lesz! Amúgy az kurva nagy hiány a városban, az meg mindig elmondják, hogy... Nincs is! Nincsen! Nincs! Hát kell majd tanulod rá! Te lenne az egyetlen ügyvéd, figyelj! Nagyon menne amúgy. Töriből jó vagy? Jó, hát, de nem kell ehhez töri, ez jó kell, bazd meg. Hát kind of azért kell hozzá, tudod, hogy miből alakult, meg hogy... Jó, az oké is, de hogy az izi a kihallgatásokon ez nem igazán számít. Maximum, hogyha bírósági per lenne, de hát ez hát a pakondok, ezek nem viszik. A vizsgához, tehát a vizsga. Ja, a vizsga az oké. Fel, hát, az... Lehozom, az figyelj. Megveszi a piacon. Ki kell menni Ukránba. Az. Megyek a szabadkai piacra, megveszem, ne aggódjon. Yeah. Kocsi mellé jogsit is ad, kiviszlek majd. Persze, vicc, ez bolondozó. Arra szoktuk vinni a cigit. Vissza ők meg viszik izé, bazd meg. Viszik szét az egész ja, élet. Amúgy visszaadom a kártyát, tesó. Jönnek a lájkok, jönnek, ne aggódjál, figyeld. Aha. Ez mi ez a baseball? Ja, mert lakat vesz. Megjött Mr. Baseball ütő. Meg, bazd meg, alig hova lett a hova lett az inventory? Várjál, majd mindjárt odaadom. Hol az inventory? Kind of... Nem tudom, mit lehet vele amúgy csinálni, mert nem tudom, eladni így nem nagyon szeretném, még gyűjtöm, tartogatom azt. Azt meg kell tartani. Én egy relog tablettát bekapok, srácok, real quick. Nyomogass. Jó, van. Lehet, addig elmondok. Eltűnt teljesen a izé, eltűnt az inventarium. Gyorsan relogolunk egyet, srácok, mert ez eltűnt. Ez vége, ez meghalt. Connect back. Real quick. Ezt most ki kell lőni, mert zene lesz itten. Én meg elmegyek közben amúgy mosdózni szerintem egyet, jó? I'll be back soon. Nos, mi van? Ja, még waiting for game to shut down. Akkor azt gondolom meg fogja csinálni, és most nem vagyok benne, akkor most nem lesz hangja, I guess. Remélem. Na mindjárt jövök, srácok.
rohadtul meg kéne már tanulnom, hogy kocsogós kávét nem iszok egyszerűen a streamek előtt. Nagyon komoly vízhajtó. Na. A maszkot azt el lehet engedni. Oké. Van inventár. Na hello. Jó. Streamer mode. Na elment a izé a lakatos meg a keleti a kórházba. Oké. Tessék itt a kártya, bocs. Ja, semmi. De ezt kaptam. Kurva jó. Rodman akkor nem, is nagy császár volt, úgyhogy te kurva jó. Figyelj, én azt tudom kihoz. Annyit mondott a kelet, hogy izé, nem tudom, hogy ki az. Nem mondom, de kosaras. Úgyhogy én ennyibe vagyok. Hát, ez az meg. Nem igazán nézek kosarat. Egyszer ajánlom, hogy nézz utána. Nem is a izé highlightoknak, meg ilyesmi, hogyha még a kosár nem is érdekel, de magának a faszinak. Crazy, na, crazy. Nagy figura. Oh, nem kicsi. Na jó, akkor menjünk a Verdákhoz, bazd meg, vagy valami megy. Na várjál, itt nekem itt az egyik. Jaj! Jajaj. Nekem itt a Verdám, amúgy. Most ide álltam vele. Figyelj, mi a... Ja, ez a raktárad? Aha. Mik vannak ebben? Mutass csak. Huhuhu, itt aztán van minden tesó, azt a kurva. Marihuana maga amúgy, bazd meg, ültetni kéne, getsz. Amúgy tényleg, vagy valakivel ültettetni, amár mi nem tudunk. Á, mi az, hogy mi nem tudunk? Miért ne tudnánk? Hát, hogyha nem tudjuk, hogy hol lehet, érted? Ja, vágom, vágom. Hát, majd utána, majd megkérdezzük ezeket a... Figyelj már, ez nem egy ilyen public information, nem az? Ez nem, izé, csak oda mész valami földre, aztán bazd meg kapa, azt csokom. Ki fogom? Hát jó, csak megtalálja a rendőrét, hogy töntözöm, bazd meg a... Mariskát. Hát bazd meg, hát nincs THC tartalmaz, kész. Vatkender, azt csókolom, bazd meg. Textil, textil. De kajak amúgy, bazd meg, hát textil csinálsz belőle, azt csókolom. Hát nem csak THC tartalmú van, vágod, faszik. Hát figyelj, nekem amúgy mindegy. Levél, a levél alapján full ugyanúgy néz ki. Kérdezzük majd meg a gázmaszkosokat, biztos tudják. Jó, 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 jó. Hát valami izé, infralámpával... Ezt is írjuk fel, bazd meg. Ja, ja, valami infralámpával bohóckodnak azok mindig, tehát már mutka... Mert ezt lerakom már, geci. Állj. Hú, de cigaretta szag van belőle. Szóval, ja, azokat... Wow, ott a bizé merci, mert az a Jézus forma, nézd meg, Getz. Azt a kurva. John Wick, passz. Az az. 2K-jel játszok vele folyamatosan, Bálint, csak videókat nem csinálok belőle, mert... Jézus, mi formák vannak. Mert tartalmat csinálj, olyan, olyan idegrendszeri károsodásokat kapok néha a játéktól, ez mi az a izé? Na csumi. Na hey. Hello. What's up? Carter, te vagy az? Így van. Csak akciógrába. Jézus Máriám, srácok. Hát ilyen nagyban nyomjuk. Na, mikbe vagytok, mikbe vagytok? Pont izé akarunk majd keresiteket nem sokára, nem tudom most mikbe akartok lenni. Hát jelenleg szerettünk volna egy gyors ATM-et lezajlítani, csak közbe szóltak. Mm-hmm. Alright, mi egy bankra akarnák menni. Az se rossz. Mi ezt jövő hétvégére terveztük. Aha. És tudtok valamit róla, hogy az hogy megy? Csináltatok már ilyet? Ugyanúgy megy, mint egy bolt. Kb. Jaja. Kb. Ugyanannyi. De gyere, mutatok valamit. Hát megyek, tesó, persze. Gyere ellen, mert vannak right, neked cuccaim, right. Odaadom neked szépen, szép áron, hogyha akarod. Jövök én. Hát de figyelj, arra gondoltuk, hogy csak társuljatok be. Ja, hogy úgy, akkor jó. Figyelj, hát, én értek egy-két ilyet. Csak a társulat. Micsoda? De? Carter, ezt a golyóállom el inkább le, vagy mi az már egy paintball mellett, mi baj lesz? Mi most a ketten vagytok? Ketten vagytok most? Nem, most hárman. Hárman vagytok, James is. Te is mennyi jön egy bankból amúgy? Attól függ, az állami ez ilyen 80 ezer. Hát nyilván nem arra gondoltam. Ott annyi kölcsön tudsz felvenni. Tessék? Tudod, ott annyi kölcsön tudsz felvenni. Aha. Kukkancsát csak így a mopet muti. Na, ott a végén a csomagtartónak, ott van az, ami kell hozzá.
egy ilyen kártya, kell hozzá egy ilyen kártya. Aha. Kell hozzá egy ilyen jobb akasztós biléta, meg ezért lehet kapni még ezért valahol ilyen robbanószert, ami ezért. Tehát akkor nem is. Olyan, tehát akkor nem olyan, mint egy bolt. Maradjunk annyiba. Ja, hát jó, igen, nyilván nem, de ki lehet inni plazmával is elvileg a... Kicsit összetettebb amúgy, jó. A vizet, ja. Hallott, sorry, ne alagudj, és fejfülel hallottam, hogy ilyen kártyás bilétáról beszéltek. Ja. Nekem van ilyen, nem amúgy. Tehát mit kell beírnom a modellre, hát, hogy izé, reset, vagy mi a faszom? $20 adok, érte. 20, hát figyelj, 30 dolcs. Odaadom ingyen is, érted, amúgy. Mi annak a neve, akkor annak a modell, oda izé, mert bazdeg, most belaladtam oda. Csak... Figyelj, a kocsiban van, csak az a baj, a kocsi meg ott van a... Mi volt annak a, nem tudom mi a neve annak. Jó van, hát akkor kezdj ezt kihagynak, köszönjük. Jó van, oké. Srácok, tudtok valami gyógyszerpirula nevet egy bénulási problémára? Tudok. Igen, mi a neve van? Gondolj a... F3-osra. Most... Ja. Most indíts el egyet, majd az X-re. Bocs. Nem baj. Aha, no. Kösz szépen. Sűrű probléma. Mert múltkor... Mert, no. Jaj, shit, bocs. Mert múltkor izé, múltkor nekem föl, mondtak egy gyógyszernevet, bazd meg, aztán azt hittem, hogy csak az, de akkor így is, jaj. Jaj. Nem, működik, én már azt kitapasztaltam. Kicsit lerázom a izé begémbeledett bokámat, izé vádlimat. De... Ajánlok egyet, csak googolj le. Nem működik már. De. Jaj, nekem nem szokott. Telbug az lett volna, ja, köszi, no. Most már, bocs. Jó, tessék, van merevedés zavaromban. Merevedési zavarod van, tesó? Az jó, bazd meg! Megyünk szedni gyümölcsöt. Ez csúnya volt. Na. Hát az mit pattogó? Na, így közterületen, tesó, már nem szarozó, bazd meg. Van engedély. Jaj, neked van hozzá engedélyed is? Persze. Be vagy? Ja, izé, el is felejtettem, megjött a gamerci. A gamerci? Ha? Múzikágot. Olyan, mint te. Mindegy. Múzikágot az illik. Na. Menni kéne, gyertek ma hátrébb elembe az engem szigára. Menjünk amúgy. Fú, nem tudom, akarom én ezt a bankrablást, bazd meg, hát ez... Azt a dollár fel, nincs izé Bugattit. Milyen téma. Jézus Isten. Annak nyek. Kicsit megszaporodott itt a izé. Na, srácok, nem. Szóval izéből amúgy sima bankból mennyi esik? Nem államiból, simából. Nem, mondjuk 25-30. Ja, valami olyasmi. És akkor ti hárman vagytok, akkor mi vagyunk bazd meg négyen, akkor az 7, akkor az 30 osztva 7-tel, az mennyi az bazd meg? Az 6, 5 körül, 4, 5, 7. Szerintem 7-en arra nagyon sokat vagyunk. 3, 4. Olyan 4-en. 2-en vagyunk, ja. 2-re számolj. Akkor 2-re, akkor 5-en vagyunk, akkor 5-en vagyunk, akkor 20-at mondtatok? Annyi esik belőle? 20 kötője 30. 20 kötője, nem is tudom pontosan, mi jó, nem akkor 25, egyet. Akkor az 5000 fejenként, ha jól számolok, ugye? Yeah. Hey. Hát jó, ez nyilván valahogy így. Szóval nyilván. Hát arra egyébként az lenne a legjobb egy 5 fő. Igen, az úgy jó. Hát várja, saját vélemény szerint egy 5 fő, mert ugye az pénzbe is jó mindenkinek, tehát hogyha egy 30 lejön belőle, akkor igazából 6000 fejenként. Várjál, gondolkozz, hányan vagyunk? Hát most, hogyha nincs itt mindenki, tehát akkor olyan embert ne számolja, ki nincs, tehát aki jelenleg tartózkodik, érted? Most hatan. Keleti, te, Carter, hatan. James, ugye James is van? James is, jaj. Akkor az, akkor buma kijön egy állami összesen 80 rugó. Szóval osztozd el 7-tel. És azt mind... le is kell hozni. Hát hogy a picsában, azért baszki, oda kijönnek egy jó pár százon. De várjál már, és akkor, és ahhoz van cuccatok amúgy? Nincs, de mindjárt van egy kereskedő körülbelül 10 perc múlva, amire én mindjárt kérek Cartertől egy kocsit, elugrok, és veszek amit kell. Kb. Egy ezresből, sőt, hülyek, 300 olcsiból megvan a zárégető, és konkrétan mindenünk van hozzá. Uh-huh. Utána amúgy, van, igen. Amúgy a csávókám, hogyha odatta volna ingyen, tudjátok, ma nincs furtú meg volna azzal a bilétával? $7000. Jézusom, az a biléta az ilyen drága, bazd meg. Annyit nem ért nektek, baszki, hogy elmenjetek. Hát már mindjárt megyek, bazd meg, elviszem a publikba. Hát de most az a biléta, hát ott van a kocsiban, mennyi? Most az mi kék? Nem tudom, ilyen kék. Van kék is, meg van a nincs fehér is.
Nem fejezem ki. Nekem van... Ki. Van kék jó. Is meg... Jó, oké, igen. Az egyes bank az hoz elvileg 40 ezeret. De onnan rizikus, az rizikus menekülni. Ott a... valakinek nincs innivaló meg ennivaló, mert mindjárt éhen halok. Csak kaján van, tesó. Mi a kedvenc számot, faszi? 100 vagy 6-os vádmi értem. Szerintem akkor rossz embernek adtam, de mindig. Igen, én kaptam. Jó, akkor? Bocs, 164-es vádmi értem, bocs, jó, majd oda, vissza, odaadja neked, oda adtam neki, ja. Szerintem. Pös. Na mi ez a post? Miért nem elmeztél? Útrakkos. Na, ja, izé, bizniszeltem velük, azt adták ilyen izébe. Komplementeriben. Ja, na, csak én nem vagyok ilyen nagy édes szájú. Ellen, ha kurva sok pénzt akartok csinálni gyorsan, akkor menjünk már még hátra, mert nem akarom itt elővenni. Srácok, amúgy minden oké? Okay? Na, most izi, összeszedtem a kórházba ezt a bánatot, már itt van, gyorsan megrólunk a kincsére, ezt menjünk vissza. Úgy kell adni, jó. Hogy nem adod el. Itt vagyunk a izébe, itt vagyunk a lovasnál, majd gyertek. Mit csináltok? Tudod, ezt úgy jöntem a hát meeting, mondjuk azt meeting, tesó. Carter? Yeah! Egy jó tanácsot hallhattatok, ezt úgy adjátok el, hogy ne adjátok el, tudod? Na, várjátok egy kicsit, srácok, várjátok, most várjuk meg a többieket, jó? Akkor, okay. Akkor dumáljunk már, most még elmennek a kincsér, vidékre, aztán jönnek, de lambóval nyomják, úgyhogy... Tök mindegy, meg tudjátok szerintem égyezni. 5-6 perc, oké, okay. Hát akkor... Az jó. Figyelj, elmondom attól meg. Mondd el lépésről lépésre, hogy megy ez? Kompisztolyaladás. Szerintem mennyi... De nem, az államit, bazd meg, az államit. Ja, az államit? Persze, hát nem érdekel, kompisztolyaladás. 7-8 ember kell hozzá, azt mondom, a 7 már elég. Heten bementek, kell majdnem egy ilyen 10-12-20, oda kell. Oké. Okay. Állítsátok sorba őket, szerintem ott az asztaloknál a legjobb, hogyha ott állítjátok őket sorba, csak azért engem sabbaltak már államire, ezért tudom ezt. Hogy kb. Annyi 20 kéne. Nem csináltam még soha, de elméletben meg vagy, hogy kell. Meg mondták már pár haverjaim. Kéne. Van egy... kell hozzá egy izé, nem tudom, keleti, valamikor izé, jártkáltatok ti is ilyen akcióba, amikor mentetek az izére, előző héten egy boltra, ugye? Mikor beszéltünk utoljára? Egy hete. Passz, ahogy, ha? Hát másfél. Mondtad, hogy van valami akciótok, azt mondtad, hogy nyomtak valamit. Mindig kell hozzá egy ilyen táska, amit tudtok pakolni pénzt, ajánlom, hogy minden emberre legyen, mert akkor nem tudják, hogy kinél van a pénz, érted? Meg igen, igen. Próbálni. Ja. Oké. Okay. Tehát akkor bemegy, igen, 10-12 perc, bemegyünk, igen. Figyelj, igazából az a legjobb, hogyha terepen tesztelnénk, mert konkrétan van két ajtó, amit ki lehet izélni, egyet ki lehet fúrni, egyet meg hogy ki lehet égetni. Ajánlom, hogy úgy menjetek, hogy egyből az irodák, ne az irodákhoz fölfele, hanem a... Mi ez? Le a... Be oda, ahol vannak ezek a... Tehát ahol ül a csajsztod, adja ki a lóvét. Ilyen bonkárszerű. Tudja faszom mi ez. Tehát ahol rendes ott van a munkaállomás, bemész, kiégetsz egy vasrács, sajtót, csókolom, lemész, egy blokk. Mivel égetem jobbra. Ki? Zárégetővel mondom, 300 dolcs kereskedőn lehet kapni, zárégető, 4 órán. Jó, oké. Mi kell valami még? Valami ilyesmi. Tehát kellett a biléta, kellett a faszom. Így van. Kellett a zárégető. Biztonsági kártya kell hozzá. Aha. Így van. Tablet. Kell a biztonsági, meg tablet. A belépőkártya, kell egy tablet, kell zárégető, azon kívül. Plazmavágó, esetlegesen ha van, az nem árt. Uh-huh. Jaj. Mert akkor a tabletten nem kell vacakolni, hogy tud, mert a tabletben igazából annyit kell csinálni, hogy van egy ilyen, jönnek ilyen, ilyen betűk. Tehát látni fogsz a tablet paneljén, és a kép kijelzőjén betűket, és pirossal vannak betűk, na azokat kell sorba rendezni. Uh-huh. Igen. Vagy pedig számokat kell, tehát vannak pedig, van 3 darab szám, és van egy target szám, az mint tudom én legyen mondjuk a 20, és mint tudom én van egy 8-as, van 2 darab 8-asod, meg egy 4-esed, és akkor vannak különböző szimbólumok, amik szózás jelentenek, tehát mondjuk a 2 8-as, ugye van egy 2-szeres szózóra, akkor az ugye 16, meg mit tudom én, van 2 1-szeres szózó, akkor ugye van egy 3-as, ugye akkor az 16. Tök mindegy, egyenlék a 20-at kell kirakni. Jó, tehát akkor plazmavágó az a lényeg helyette, ugye? Plazmával jobban megéri. Oké. Okay. Igen. Nekem is az szimpibb, igen? Igen, mert még ott az tablettal szórakozni kell azért. Matekolni ott, bazd meg, hát hagyjál már. Igen. A vortlabot azt nagyon nehéz megcsinálni, tehát az nehéz. A micsodát? A vortlab. Ez a hacker program neve. Igen. Aha. Ezt kell feltelepíteni.
Ugye hasonló tudsz használni ATM hackkelésnél is. Aha, aha, vágom. Ugyanez program neve. Csak annyi, hogy ott tényleg nyersz vele plusz egy percet, amúgy megéri, mert megéri, csak ugye nyilván ha rontasz, akkor rontasz, tehát. Ja. Jó. És igazából ennyi. Ja, még ami ilyen kis plusz dolog, tehát ahány fő, annyi kocsi. Aha, persze. Minél több fele széledünk, ugye nyilván annál kevesebb az esélyre, ahogy... Sőt, még több kocsit ajánlok. Mert akkor azt hiszik, hogy van több ember bent, és a többit érdemes ott hagyni, és jó, lehet, hogy lefoglal. Itt fel a kizit. De vicces vagy, bazza. Beszartál, mi kis kicsit? Na, hello, hello. Kifosod be? Jaj, már tedd be a kis izét csúzni, dát. Kifosod be? Gyere, tedd bele a szamba. Ajaj. Nincs benne túl hozzá, nincsin. Na, srácok, itt most mi arról pofáztunk eddig, hogy mi kell egy államihoz. Aha. Az egy eléggé erős ugrás, bassz. Erős ugrás. Mi 80 ezeret hoz piszkó. Jó lenne az a 800 ezer amúgy, tehát. Ja. Igen, amúgy. Egy bank, shot. A sima bank az ilyen 20-30 ezer. Az egyes bank pedig 40 ezer, mert az ott tárolják a legtöbb pénzt az ilyen kis bankon. Mm-hmm. Az az, amikor pénzszállítás előtti napok vannak, akkor mindig 40 ezer gyűlemlik fel, mert az első megállóik mindig. De a pénzszállítás... Ahogyha 80 ezeret csinálnánk meg 6-on, akkor ti kérnénk a kaptánkat 26 ezeret, mi meg a maradékot. Igaz? Jó számolok? Na. Gondolom. Na. Miért is? Fejenként oszd el. Sajtom, mennyi. Ezt pont fejenként osztottam el, tesó. Ja, akkor jó. Azt mondom, hogy kettőnek akarsz adni 26-ot. Ti ketten kaptok 20 a fejenként 13-at. Nem, úgy megyünk rá, hogy per koponya. Per koponya? Hát, az per koponya az pont 13 ezerre jön ki. Akkor úgy. Olyan. De nyilván fő... Nyilván nálunk ugye a négyet mi megtartjuk. Persze, de most nyilván attól függ, hogy mennyien megyünk rá, tehát. Hát most kell oda hatnál több ember? 7, vagy 6 kell. Államira kell a 7. Kell a 7. Igen? Aha. Biblia. Te nem vagytok többen? De, vagyunk többen. Vagyunk 4. Most jelenleg 4-en. Uh-huh. Bár 4-en? Még 3-an vagyunk most. Nem, még 3-an, de összesen 4-en vagy. De hát úgy Dante is 1400 fejénként, Dante is, vagyunk. Mi 5-en vagy 6-an vagyunk kövő. De Dante-t most ne számold, mert ő egy hétre kieső elvileg. Jaj, mondta, hogy elmét szabad. Le van beinulva most. Jaj. Trókot kapott. Ja, a legjobb akkal is megesik. Meg, persze. Akkor mindent tudunk, hogy mi kell az onlomihoz, ugye? Igen, meg be is tudják szerezni. Uh-huh. Így van. Vannak ilyen külön kereskedők. Valaki kezdene jegyzíteni, mert lököm a helyeket. De ezeket fegyverrel őrzik, tehát... Úgy kell bemenni. Mi az, hogy fegyverrel őrzik? Van kint egy izéje. Vadász mindenkire. Akit ott meglátnak, lövik fejbe konkrétan. És ezek izé városiak, vagy izé? Ezek városiak, ugyanúgy, mint a gázmaszkosok például. Igen. Annyi, hogy ilyen benszülött emberek érkeznek ki, terepjáróval, három ember. Aranyákával. Így van, három ember, egy terepjáróval, kettő fegyveres, meg egy, akitől tudsz vásárolni. Nyilván a két fegyveres biztosítéknak van ott, de egyébként így a... Így ja, a... mint a lélek, annyit mondom. Igen. Nem húzza meg a ravaszt. Nem bántanak, na, maradjunk annyiba, de viszont vannak itt azok az emberek, akik szeretnek ide kijárni, hogy más ne tudjon venni tőlük. Hát a pirosak például, meg az ilyen faszok. De azokat megbaszhatjuk, nem? Tehát azok lehetők. Meg, minden zokszó nélkül. Persze, tudod, koksz, nyakit. Ennyi az egész igazából. Az megy, azzal nem, attól nem kell aggódni. Meg koffin, ezeket kell nekik nyomni. Lőni tudok, azzal nem lesz para. Na jó, nekem ez jelen pillanatban lehet, hogy még kicsikét túl meredek lépés. Hát ez nekem is meredek egy nincsen, évként, nincsen automa, nincsen nagy kaliberünk egyáltalán, pisztolyaink vannak. Nyugi, egy ember kell ehhez, csak a hajnali órákban legyen ideje. Nagy a lényeg, mert hát, hajnali órákban senki nem megy kereskedőre. Aha. Vagy a reggel 7, még az, ami nagyon... Mondhatod egyébként a helyet fölé. Na. Minél korábban kell, az annál jobb. Tudod négy innivalót, annak már is mondom, mert egy konkrétan ilyen... Várjam, hogy mindjárt meghozok, baszki. Kell még valakinek más, valami esély, bizé egyéb, ha már... Gyorsan, bazd meg, egy esély... Nekem jöhet egy innivaló, nekem is valami, tök mindegy. Nőkkel is jöhet. Jó, mindjárt jövök. Valaki köpjön szájba. Szájba köplek én, bazd meg.
Jó, hát nyilván nem azt mondom, hogy egyből repüljünk rá az izére. Mi a lófasz? Aha, ez nem nagyon innivaló amúgy. Az cink, az baj. Hát akkor tesóm. Egy kőbányait tudok adni. Az is jó, szarom lehet. Most csak szerintem ez az Olim, ez most csak a jövő zenéje lesz. Ez igen, ez jövő zenéje. Ez a hot, megvan. De így jó lesz, jó lesz. Na, lököm a keriket. Valaki edzete eljön. Mindjárt írom. Keleti megoldja. Mondhatod? Nem kell. Ellen, te meg tudod? Micsoda? Tudod a rádiószituk? Igen. Az. Gondolj rá erősen. Én mi a faszról beszélsz, Batya? De azt én már sem tudom, bazd meg. Amikor Carter elbaszta a rádiót, tudod, hogy arra erősen gondolj. Ja, hogy ne... ja, izé, kapcsolt ki a kamerád. Tudod, mi a falnak is füle van. Hú, bazd meg. Kicsit le vagyok maradva ezzel, nem lehet téged hallani, Isti. Miért ne lehetne? Most amúgy azon nem tudok mit csinálnék, és lehetszak, hogy a Carter az hangos. Hát ennek így van beállítva. Most mit most mondjam neki? Figyelj, ne hallom, hogy te só hangos vagy, vagy mit? Na. Kész van? Kész van? Nagyon. Most... Ja, fasz van. Ruiz, én nem hallak ám. Ja, fasz. Na, megvagytok? Hát, van vagy öt. De mi... Ja, jó. Kettőnél járunk. Én ötről tudok, amíg meg van vagy tíz. De most miről van szó egyáltalán? Van Pucérfalunál is egy. Ja, kereskedő, gondolom. Na, igen. Hú, hol van még? Van a városban. Na most jó vagy. Na fasz. Van a városban lent egy a dokkoknál. Akartál mondani valamit amúgy? Aha, hogy nekem ez így egy kicsit is sok. Hát lassan felkötöm magam, tesó, bazd meg a fára. Ezt a csávótól kivagyok. Hát követni nem tudom, bazd meg. Nekem sok, én nem mennék fel. Nem, hell, nagyon nem. Én vagy át ilyen, vagy egy bolt. Hell no! Azaz, vagy egy, mi a faszom, vagy egy bolt, vagy egy ATM így. Ékszert is megnézhetjük. Na hát, és ahhoz mi kell? Hát a fasz tudja, szerintem valami izé, amivel ki lehet fordni azokat a gecik. A gyököl, amivel bebaszom az izét, az üvegét. Meg láttam, hogy vannak ilyen izé, ruhabót, rablósok. Kajak! Ja, csak az a fasz tudja, mit hoz. Nem tudom, én azt mondom, hogy az ékszer is az a baj, hogy szerintem az is olyan motoros történet lenne, mert onnan menekülne, sokkal jobb motor. Ja. Hát figyeljétek, akkor szerintem egy bankot... Előbb-utóbb elengedhetetlen lesz, hogy vegyünk egy kúra. Sima bankot? De ahhoz sem tudjuk most, mert én egyszerűen azon nem tudom követni ezt a gyereket amúgy. Mindjárt megkérdezem. Jó, mert elkezdi a banka, mehetünk, jó? Egy harmas bankkal, egy egyes bank. Vagy egy ötös. Yeah. Alright. Mi kellett? Mondjatok te. Innivaló. Nem, nekem nem. Ellen? Neked? Ellen. Neked kellett még? Nekem. Ah, gyere akkor, gyere akkor adok. Kösz. Kérdeznék én egy olyat, gondolom, hogy benne vagy ebben az... Igen, szart tudtam hozni, ez is valami. Ez nem alkoholos, ilyen nem, jó, tök jó. Nem. Ez egy energy elvileg. Ja, tök jó, kösz. Nincs mit. Ez a banki alkalmazati bilét, ami van egy QR kód, amivel át tudsz venni a biztonsági kapun. Oda is kell szerintem egy darab ilyen rácségető, nem tudom milyennek pontosan, ilyen hát termikus töltet. Az termikus töltet. Egy kell. Yes, yes. Ilyesmi. Ez a három, ez fix. Ezen kívül egy pisztoly ahhoz, hogy tudja túszozni. Ezt vágom, persze. Meg jó gyors járművek. Azzal nem lesz gond. Ezek mi? És akkor csak ennyi kell. Ezeknek mennyi az aura? Ezeket majd mi megoldjuk. Hát beszeráron be tudom nektek szerezni. De... Én azt mondom, hogy inkább álljunk össze és nyomjuk együtt. Nyilván közös akció, az cső. Hát most legegyszerűbb. Na és most hányan lennénk amúgy? Akkor hatan, heten? Vagy most mi? Hát ugye a 7 ember az kellene az államihoz.
De, nem de sima bankra. Nem állami, a sima. Az állam, amit közben megtudakoltam, amit a telefonomon, írtam egy SMS-t a kameromnak, 9-en kellünk ahhoz. Jó, aha. Valamit azt el kell fogni. Én hete tudtam, baszki. Sima bankos volt, jó? 8-9 kell hozzá. A sima bankhoz elvileg a 6 ember elég, nem? Mm. Annyi ja. A max. Pénzszállítás előtti napokon 40 ezer dollár szokott lenni az egyes bankban. Az ott van a kockaparkkal szemben. Hm, ez jó. Szóval a bankról mit tényleg akkor? Hármasról? Figyeljetek már egy kicsit. Nem tudom, az a baj melyik, az a baj. Okay. Jövök. Hát a palettó, és a... ja, a palettói. Nem a palettói, hanem a palettói előtti nyugati. A nyugatin van kint a hármas. Hol? Tudom, melyikre gondolsz. Amerikai Roxford Hallway Bank. Roxford Hallway Bank. Megjött James. A nyugatin. Hallway. Megom, melyikre gondolsz. Igen. Kurva jó bank. Szóval James. Az egy kurva jó bank. Bocs. Az igen, bazd meg. Előbb láttattam el magam. A Roxford egyébként nagyon jól rabolható, hogyha van jó autónk hozzá. Oda ajánlok motorokat, hát terepjárókat, mindenki a kibaszott hajó. Kurva izét mondja már ezt a kurva motoros témát, akadjatok már le róla, bazd meg, a faszom tele van vele, man. Terepjárós csomó. Terepjáróval kijövünk, meg ott az izé Ferrari, a Porsche, meg a Lambo, aztán kijövünk a lepikpak. Ja, pici info, srácok, egyébként, akinek van terepjárója, most ajánlom, ez nem régiben lett megbeszélve, hogyha sima utcai gumi van rajta, akkor kurvára nem tudsz vele hegyre menni. Csak hát, most szólok. Nekünk ilyen problémánk nincsen. Tehát le kell menni a Brights-ba, fel kell rakatni a izét, a bütykös terepgumit, mert amúgy a nélkül nem mehetsz rá. De ezen olyan bütykös gumi van, hogy életedben nem láttam még ilyen bütyköket. Elhiszem. Ja. Úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Az enyémben is bazán olyan borázdásban rajta konkrétan, mint faszom izé. Csirkeháló konkrétan, semmilyen, kurva drága az nyímre gumi. Jó, na most Erika hol van? Erika azt mondta, mindjárt jön. Így van, így van. A hangjával baszakodik. Ja. Jó, akkor mi kell, mik a lépések, hogy csináljunk egy bankot meg? Hol kezdjük? Hányszor mondjam el. Túszok? Túsz. Jó. Túsz. Első körben. Ajánlom nektek, tengerpart. Az a jó hely. Na azt tudjuk, az a túlszerzése az menni fog, azzal semmi baj. Ezek megvannak. Ajánlom sok őslakos, és ha jól tudom, kettő darab ilyen lehet, hát itt Carter, meg James, egy ilyesmit betapultad. Hogy mondjam ezt? Két városlakó. Kettő városlakót, hát most ebben mi van nehéz. Nem, muszáj egyébként a városlakó, mert Nem. Annyi. Még az őslakos is. Hát el vagyunk mi az őslakos. Annyit szeretnek a rendőrök, tudod, így mondom. Annyit szeretnek a rendőrök. Nem szoktuk egyáltalán izélni. Nem szólnak egyébként érte, tehát most az őslakos is azért van. Csak őslakossal szoktuk. Nem. Ja, meg izé, hogyha valakit láttok, hogy túszhoz neked azonnal rámenni. Bocs, bazd, nem hiszem el. Haló, de én félre megyek tőled. Az lesz jó, fiú. Új a hangszállom, amire gondolok, aztán itt tudnék fura. Az igen. Na, szóval annyi a lényeg, hogy akit láttok, az azonnal oda mentek lepakolni, telefon, rádió, mindent tekszen tőle, annyi a lényeg, hogyha látjátok. Figyelj, tesó, én most kezdtük a sztorit, mert ilyenekkel tisztában vagyunk. Nem vagyunk. Annyira jó, tehát, hogy csak azért, mert nem tudjuk, hogy kell bankot rabolni, még azért egy pár boltot kipakoltunk már. Elhiszem, hogy nem vagy hülye. Orosz vagy, gondolom, ebből látszik, hogy tudsz lopni. Ez igen, tesó. Ez mire véljen, bátya? Ez mire ezt most, na, besélj, ezt most mire véljem. De ne rötyök, én ne hahotázzál, baszom a füled. Mi az, hogy rossz vagyok, tudok lopni? Ha? Mindegy. Mindegy. Mi az, hogy izé orosz vagyok, tudok lopni? Egy a lényeg, na. De nem egy a lényeg, a pöcsömöt se, a kurva isten fasz. Jó, van keleti, nyugi, megbánta már, ne aggódj, nyugi. Hát fehérebb leütlek, mint a diszperzites vödör, a kurva isten. A Kepi már ott vagyok én is, nagyon fejben bazd meg. Olyan leszel, mint a menzán a fal, geci. A kurva életben. Na jó, van olyan lé. Jó van, nyugi. Megbant ő. Én mit tudom, ott foltos. Jó, srácok, akkor köszönjük az infót. Szerintem akkor mi más csinálunk. Nem tudom, ti hogy jöttök vele, srácok? Én a bankot még egy picit offolnám, megmondom őszintén. A bankot azt offoljuk még egy csöppet. Jó. Ja, szerintem jó, szóljatok. Mindenképpen telefonszámotok megvan, szerintem mi rárepülünk egy boltra, valamit az mégiscsak kéne
Szedni Én össze, van. Aztán akkor tényleg ja. először, mert így kapkodva, bazd meg, ez nekem... Még egy info a bankhoz, még egy info. A táskába gyorsan kell pakolni ezt a pénzt. Ennyit mondok, mert jön a... hogyha megszól a riasztó, ha úgyra voltak, hogy szólal meg a riasztó, tehát plazmával, akkor ilyen mérges gáz fog jönni. Wow. Úgyhogy gyorsan el kell hagyni a termet, és bezárul az ajtó. Onnan nem jössz, hogy megfúdasz, barátom. Úgyhogy ezt gyorsan pakoljátok, hát elvileg ez így van. Azért, de ez bármelyik bankban, vagy csak az államiban? Bármelyik bankban, hogyha úgy rabolsz, hogy plazmavágó van. Elvileg ez így van. Aha. Ha tablettel nyomod, akkor viszont nem, mert akkor nem tud jönni gáz. Mert nem kapcsol be ugye a védelmi rendszer. Ja. Lezárja a rendszereket lényegében, tehát az... Ja. Annyiba szól másképpen ja. a dolog. Nem kicsit szarabb, de jobb. Ja. Nem tudom, fúrót is elvileg lehet valahol kapni, aztán meg threshold is lehet fújni, hogy még több pénzt tudjatok kihozni. Nem tudom, erről hallottam majd is. Ilyet hallottam. Jó, rendben, kösz az infót, akkor jelentkezünk, aztán egyszer összehozzuk ezt, de ez most még egyre, nekünk még ülepedni kell, az meg, mert annyi info, hogy nem igaz. A Keleti összeírta a dolgokat, az a lényeg, úgyhogy köszi, de a telefonszámotok megvan, aztán akkor majd csináljuk. Persze, persze. Jó van. Jó van, na sziasztok. Mindenképpen. Ciao, ciao. Szavaztok. Hú, bazd meg, ebből fel kell ébrednem, hallod? Azt a büdös kurveget. Na jó, Keleti, jól vagy? Már nem feszülsz, ugye? Jó, gyere, nyugi, ne keverd magad bajba, tesó, semmi értelme. Húzzunk el a bánatba, csináljuk a boltot, az lesz a legtisztább, az meg ezt követni nem tudom. Ruiz meg kell várni, Ruiz majd majd menjünk el a kecóba, jó? Húzzunk innen a picsába, mert ezek jönnek vissza, azt megint fekeznek kell cseverészni, hogy na akkor még egy info, na még egy info. Ruiz majd rádióra följön, az kész. Ez bazd meg, basz rá egyet. Nem velük van bajom, tehát ne értsetek félre, nem a gyereket fikázom vagy valami, csak egyszerűen ez bazd meg így, hogy össze-vissza, nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok amúgy lassú, de szerintem a többiek, a Ruiz is mondta, hogy nem tudja követni, pedig sokkal fiatalabb, mint én, mert bazd meg nem lehet követni ezt a logikát nekem, ezt a gondolatmenetet, én nem bírom lekövetni. Hogy egyik pillanatban a gázról beszélünk, a másik pillanatban megállnátok egy kicsit, mert fogalmam sincs, hova a faszba megyek. Itt vagyunk az izénál, a mentőknél. Jó. Ja, jó, oké, mehettek. Szóval egyszerűen az meg egyik pillanatban, hogy a plazma, a izé, és így össze-vissza megy az egész, és hát ebből akkora bukta lenne, mint a rohadás. Tehát, hogy ja, és akkor a végén még, ja, még egy info, gyorsan pakolj, mert jön a gáz. Tehát, hogy így... Oké. Okay. Ezt én még nagyon nem adom ezt a dolgot, megmondom őszintén. Ez nekem még azért nagyon magas. Szerintem a többieknek is amúgy. Meg, hát nem vagyok benne biztos, amúgy, hogy nem akarnak minket lerántani. Tehát, hogy konkrétan így fogják be az meg, és akkor így elviszik, azt soha többet nem is találkozunk, tehát simán egy felhasználnak minket majmokat, bazári majmokat, bazd meg. Nem tudom. Szóval, hogy és így tudod, így ülök ott, így figyelek, de hogy így zuhanok, bazd meg, mély álomba. Rem fázisba rak a csávó, bazd meg, vágod. De mondom, nem fikázom, meg nem a személyével van bajom, csak ez nekem most nagyon föl kell ebből ocsúdnom, bazd meg, ebből az egészből, mert igen, tudom, hogy sok mindent akart, igen, hát igen, Máté, lehet, ja. Valószínű. Na jó. Figyelj, Mortesó, és akkor milyen voltra gondoltok? Hát figyelj, valami vidéki. Nyomadtam itt a városban. Városit is akár, figyelj, nekem amúgy kvázi, hát, ja. Legyen városi. Pisztoly nálam nem lesz, de legyen városi. Majd most szeditek ti az emberkéket össze, azt annyi. Jó. Tényleg, mert mindig én szedem össze, azt akkor én meg majd csak vezetek, ezt megpróbálok túlélni. De már nem is vagytok itt, nem is halltok, hogy mi a faszról beszélek. Szó nélkül bementetek be azon. Szervusz Márk, üdv a 100 kilósok között, meg Bence, meg everybody who's back here. Na, mindegy, na. Én jó. Itt vagyok, te sok. De másik ház. Ez baj, geci. Majd hívjál csak fel, kilépek innen. Jaj, várjál, tolsz ki, tesó, vagy nem tudom. Várjál, tesó volt. Jó, nem baj. Geci. Tesó, mikbe van? Nagyban van, az meg nagyon... Átbeszél a gipszkártonon. Jaj. A disznófajzat. Na, szinte fixen mondom neked, hogy a izéhez majd... Izé, jó?
Majd vennem kell megint egy maszkot természetesen. Nyilván. Vagy a másik ruhában, hogy az izével van szerintem, vagy azzal sem. Nem, az ezzel van, az izével nyilván nincs. És hogyha rajtad, ja nem úgy jó, hogyha rajtad van a maszk. Na, van hozzá. Na, ja, ehhez sapkád nincs, izé, tesó. Sapkád nincs. Jó van, tök az. Mindegy. Az annyira nem izgat. Úgyis izé elkapnak már, azok benn vagyok a rendszerben, úgy tök mindig. Jaj, keci. Megvárjuk a Ruiz-t, vagy mi legyen? Á, persze. Hát, vagy hát max elkezdhet. De hát az a baj, nem jó, mert akkor most túl sokkal mászkáljunk ide-vissza, ami átöltözik, tehát nem, várjuk meg, mert ne együnk izék. Az meg tesó kell a jarga anyai. Na, az meg a másik, ja. Persze, hogy nem létezik, per-e. Nagyon jó. Ott még rossz is tók, nem hiszem én. Ja, székre ül, így kell. Hát, bazd meg, mit tudom én. De tesó, tudod, mit beszéltünk a keletibe? Na. Azt is, hogy teljesen hülyének néznek minket, mint akik tényleg nem értenek semmi, az hát bazdmeg, elkezdi magyarázni, hogy kell ejteni, geci. Én nem tudom, tesó, de bazdmeg, én nem tudom, lehet, hogy én vagyok seghülye hozzá, nyugodtan mondjátok meg, bazdmeg, mert mégiscsak a gettóból jövök, azt nagyon nagy izi iskolái nincsenek, bazdmeg, de hogy így, hát ezt lekövetni, tesó, ezt a gondolatmenetet, egyik pillanatban a plazmavágó, aztán a kék biléta, a piros biléta, a gáz jön. Ja, és utolsó infónak, ja amúgy még izé gyorsabb akarjátok meg, a halálos gáz jön, bazd meg. Szerintem a izéktől kéne ebbe tanácsot kérni a gazmoszkosok. Hát több értelme lenne, hát ja. Valószínű, hogy az kéne, igen, meg mondom, egyelőre még bazd meg magam részéről, egyetlen a boltot kéne úgy lehoznom, hogy el is menekülök, bazdmeg, tehát, hogy... Ja, hát ez nem hatalmas. Kezdjük ott, bazdmeg, ezt itt már az államiról, meg nem tudom, az még azért necces, az nagyon necces. Bank is... Tesó, is meséltem neked, hogy szétbasztam az egyik izét, rendőrt az arkóba. Kajak? Ha? Hát hülye vagy, mert mi a fasz? Rám akartak, hát izé. Szönyi, ha hülye vagy. Hát bazdmeg, ember, hát... Csoda, hogy kiengedtek, faszi. Be akartok zárni, de az voltam úgy a lényeg, tudod, hogy kakiltam, menni akartam szarni. Mondtam a csávónak, mert ott állt. Mondom, hagy kakiljak ma normálisan, tudod? Mert nálam volt az irat. Mindenféle iratom nálam volt. Ezt csak úgy tudtam elrejteni, hogy lehúzom a klotyót. Érted, most azért csináljak ma a szagot is. Ezt beledoboltam gyorsan, azt jött, mert ugye kiküldtem a csávót. Azt jött valami hadnagy, vagy a faszom tudja mi. Hogy én mit képzelek, hogy én kiküldöm a kollégáját onnan. Azt mondtam, hogy jó gyerek, akkor felrakja a kezi. Azt bejöttek ketten, én kiütöttem a hadnagyot. Azt a másik csávó meg engem. Ha lesokoltak vagy négyszer, tesó, rám akartak tenni valami hivatali személy elleni gyilkossági kísérletet. Utána kidumáltam magam, Istenem, szóval csilláó. Tesó, Jézus fasza. Ja, amúgy keleti bazdmeg, amúgy neked akartam mondani, hogy tesó, hogy picit néha bazd meg, uralkodj már magadon, faszig, geci, hát itt agyon ver. De nem, de nem csak... volt szép. Vágom, nem az, most ebben az esetben nem azt mondom, oké, de bazd meg, amikor agyon versz, geci, egy random járók előtt, bazd meg, az a kint érted a túlszedés közben, meg nem tudom, a halára vered őket, geci. De kétszer... Bazd meg, nem a... Hát jó, csak bazd meg, kétszer már halára vertél valaki, tehát, hogy... De nem vettem halálra, csak... Ha olyan nagy lófasz, mert ott volt a vértócsa, bazd meg, abba fekült. De ezt is agyonvertem volna, bazd meg, hogyha hát engedtél. Azt vágom, de... Te hogy reagálnál, hogyha az önbetűs szó tartanál? Vágom, tesó, de uralkodod kell magadon, vágod? Tehát higgadság kell egy kicsit, bazd meg, mert ezeken is el tudunk csúszni, simán, bazd meg. Aztán olyat basznak rád a rendőrök, hogy megőrülsz. Hát én megcsúsztatom ezt a köcsögöt is, bazd meg, azon nem újon. Vágom, engem is felbaszott volna nyilván, tesó, de bazd meg, uralkodnod kell magadon. Persze, magadra szopatod meg, meg minket is. Potenciálisan, bazd meg, nem tudom. Most nem erre gondolok, mert ez tényleg geci volt az a gyerek, de bazdmeg a random járókerületben az itek véresre agyon verni tesó ott a parton, azért az sok. Mi a parton? Én nem is ja, hát de azt nem megvertem, azt megkéseltem, te hülye. Hát akkor annál inkább jó, tesó. Jó, de tesó, azért csináltam, mert lefényképezett minket, ahogy szedjük. A lefényképezett minket, batya. Hát jó van, bazd meg, de el is lehetett volna vinni, vágod, és akkor beszaradt. De nem fért már el. Hát, geci. Na mindegy. Ez muszáj volt, azt nem azért csináltam, mert élveztem. Hát vágom, csak annyira izé, természetesen jött az neked.
Hát és hát benne van a véremben, vágod? Hát ez vágom, tudom, az orosz lopós véredben, ugye? Az orosz lopós véredben benne van. Istenem, bazd meg, hogy lehet ilyet mondani, geci? Na most értettem amúgy a sztereotípiát, mert ugye nincs is ilyen sztereotípia. Nem is vagyok lopós, bazd meg. Hát meg az oroszok hát alapból nem lopósok. Srácok, amúgy mit gondolnátok, ha ott a 8-as boltot a legkeletibbnél azt kezdenénk el rabolni? Azt hiszi, ami az autópályán van rajta? Hát nem az autópályán van rajta, ja, de. Ott az 555-nél. Legkeletibb alatt. Aha, az 555-nél. Igen. Azzal az egy baj van, tesó, hogy nagyon nehéz kijönni onnan. Nagyon sok helyre tudnak beállni a rendőrök. Aha. 5-55. Mert oda jártam egyébként vásárolni. És ha lejjebb lesz, nem jó. Lejjebb jössz, tesó, 771-nél. No? 771-nél ott nekem nincs is bolt, tesó. De van, 771 és 772-nél. Tesó, én nekem nincs bolt. De jó, én elhiszem. Van. Ja, mert te nem látod most üdeket. Bogarás most valamiért. Kérlek szépen az a limonádé stand, faszi. Az nem az a kis boltira azt mondták, hogy lehet egyedül is rabolni? Lehet, hogy az az. Lehet, hogy nem tudom. Csak, ja, mintha az lenne. Vagy megpróbálkozunk még egyszer azzal, amit akartunk. Régebben, amikor a gazmaszkosok engem túlszul ejtettek, az 594-nél. Ja, ami ott van fönt a izénél? Amit ott nézegettük ott a táblát, az plakátnál így meg van. Ezek? Aha. Így van. Amúgy keleti azt vágott, hogy 574-nél van egy ilyen Nikola Avenue, bazd meg. Mi is oda? 574-nél, 574 a tó fölött, Nikola Avenue van ott, bazd meg. 54. Krapaz, oda költözünk, ott vagy, tesó. Oda kell költözünk, tesó. Ennyi. Oda fogunk költözni, már most mondom, van az izén. Sőt, van olyan, hogy Nikola Place. Ott izé, kicsit Place, látom. Nikola Place. Szétadom. Tesó, oda költözünk végig, mert azt izé csörüpelték a madarak, hogy be fogják mondtatni ezeket a házakat, amik most vannak. Igen, én is hallottam ezeket a madarakat. Ott fogunk házat venni, geci, ott fogunk házat venni. Szétadlak, tesó. Fix info. De várj, és ha beszántják ezeket, lezárják ezt a bérlési le, vagy ezt a tulajdon dolgot, akkor visszakapod? Vagy a lóvét? Hát kurvára remélem, hogy visszakapom. Az nem lenne rossz, igen. Mindenkit is följelentek, hanem csak megoldjak. De amúgy tényleg jó lenne, ha valami olyan ház, ahol tudod, normálisan. Ami privát, igen, és nem az van, hogy bejön random valaki, igen, mint most, igen. Veszek majd izét, kanapét, meg tévét bele, hú, de jó fog kinézni gyerekek. Hát IKEA-ba fogok vásárolni. Ennyi, tesó, kallaxok, nagy kallaxok. Na, meg hívjuk a házba, meg kallaxok lesz. Szellemírtókat IKEA hívjuk. Garázsba nagy kallaxok. Veszek nagy sálgópolcokat. Azaz. Jó lesz ez, figyelj csak meg, két emeletes lesz, komolyban megyek a Lidl-be, ezek parkside-os izékat. Azaz, tesó, szétadlak, bazd meg, szétadlak. Nagyon nagy lesz. Ja. Figyelj, én azt mondom, hogy pull the trigger on the 594, right? Azt mondod, legyen az, mert ez a limonádéstand nekem nagyon egy ilyen limonádéstandnak tűnik, tehát hogy így vágod, tehát hogy... Jó, hát nekem jó az 594. Egy limonádéstandhoz nem vinnék túl szokat vágot, hogy a tájunkat. Nem értem miért. Levegőn, bazd meg. Nyomjuk. Jó, na most az Erikével mi a fasz van, vajon várja meg? Nem tudom. Írta valamit meg. Itt. Aha, írt. Megint free. Van baj a szeroldon, megint free. Jaj, nem áll, bazd. Ó, Isten geci, ezt nem hiszem áll, bazd meg. Nem elérhető. Mr. Szellem úr, ha megkérhetem, kérem távozzon. Mondjuk most. Úgy, szépen sétál. How about right fucking now? Viszlatba. See ya. Azért nem úgy van ám az. Hopp, egy macska baj. Csörög már a telefon? Nem elérhető. Az baj. Hát igazából csináljuk akkor azt, hogy addig elmegyünk, azt megnézzük ezt a gyümölcsszedő sztorit. Gyümölcsszedő sztorit? Képzeld el, bejött a városba, van gyümölcsszedés. Wow. Gyümölcsöt lehet szedni, és az iszét, a csávó, akinek kiadtad azt a lófaszt, tudod? Kajákat, a food truckos csávó. Ja, igen, aha. Na, annak lehet adni például paradicsomot pénzért. Hát, tesó, magad, ne haragudj. Magad összeszeded a bolond zöldségeket, azt ne, eladod ne neki haragudj, pénz. Tesó, jó, de... mondjuk te, bazd meg, aki vagy bolond boltokat tulogatsz, mi nem hát, de nem csak azt, hogy boltokat tulogatok, csak vágod, bazd meg, nekem ez elvi kérdés, Gert. Tehát az őseim, bazd meg, a gyapott földeken, bazd meg, szopták le az életüket, bazd meg, nem fogok én a paradicsomért hajolni, geci. Bezzek, ha fű lenne?
Hát, nem. Ne haragudj, nekem ez derogál, bazdmeg, egy sértés nekem ez, bazdmeg, hogy földeken feketén, tesó, hülye vagy, hát biztos. Földeken feketén? Olyan az, hogy mekkora vers cím amúgy. Jó, hát akkor nem, na, hát most egy próbát megérte. Nyomjátok, én azt mondom, hogy nézzük már meg ezt a limóstandot, Getz. Jó, még nézzük, hogy hát csak úgy, hogy mi a fasz, az bolt az? Igen, vagy ebbe a szentbe, így? Persze, hát most ez csak egy fekete ruhaszett, hát most... Nem kell most se semmi. Táskával se. Megyünk edzeni, az kész. Hát. Ja, így van. Ja, vágom. Figyeld. De a táskát még berakom a csomiba. Jó, nem vagyok látható. Ja, én is. Nagyon jó. Nem. Te a kocsimat itt hagyjuk. Ja, aha, nem hagyom itt, jó. Menjünk. Na, jó, mindegy. Geci. Berakom a kocsiba ezt a szart. A beget. Hopp, beraktam. Nagyon jó. De kimehetünk amúgy az izéhoz, a lovasba ott van a jeep. Ó, ez az tört be. Ó, nagyon jó. Imádom. Nem bum-bum, én bum-bum. A izé Discord szerverre most már nagyon kell nekem berakni lassan már egy izét, valami botot, bazdmeg, mert folyton van egy, van valaki mindig, aki bazdmeg rányom valami szar linkre, és így szétvírusozza az egészet. Az egész szervert, és tele van ilyen free pornal, bazdmeg, már megint a szerverem most. Nyilván nem fog neki állni törölgetni itt stream közben, de majd akkor megint csinálhatom, és mindig manuálisan törölgetem őket. Úgyhogy valami izé szűrő, vagy ilyen bot kéne hozzá. Megnézem majd. Ez már nem pálya, én nem hiszem el, úgyhogy 2024-et írunk, baszki. Kölkök, bazd meg, tehát 15 éves emberek, bazd meg, birtokolnak izé RP szervereket, meg fejlesztgetnek, meg nem tudom, és mikor linkekre kattingatnak jobbra-balra. Nem értem. Hoppá, sorry about that, nekem van zöld tesó. Shut the fuck up, de ismerjél dudálni. Meg kiszállok és... Agyon verlek! Ja, ez nem is rimóstand, ez... Amúgy ezt is adom, srácok! Kis szutyog, de jó! Kis bó... Hát a faszom fog fölparkolni szépen, bazmi. Ó, hát ez... Teljesen jó! Jó, ez a bó, geci. Hát... Hát, mondjuk te soha, az a baj, nem tudom, hogy mennyi pénz lehet ebbe. Van ebbe? Ne aggódjál. Azt mondom. Hát szerintem azért... ebbe kevesebb van. Hát figyeljetek, pont azért van benne több, az meg már izé. Mert spúrok. Hát most lényegtelen megpróbálhatjuk ezt is. Hogy nem? Sem gyűjt, az meg. Ki van fogyva ez a hely? Aha. Full üres. Hm. Jó van, nem baj, az azt jelenti, hogy tele van pénze. Legyen úgy. Hát ennyi, bazd meg, szarom, hát jó van ez. És valaki elhagyott egy fasz. Akkor ki van, oh. Vagy Lost Hawk. Hogy az? Mi van? Ja, ez egy kakas. Akkor semmi. Kók. Tesó. Hiszem, God damn. Csávó. Nagyon bob vagy. Nézzük be, még van egy volt mirror. Jó. Innen meg a jeep-vel jobb lenne felmenni is. Innen a tippatkot. Hát ez necces egy kicsit, nem? Bár amúgy dehogy nem az, egyáltalán nem az. Várja, te show, még van valaki. Látod, mert a jeep-vel, ha most felmenne, rögtön fel tudna menni a hegyekbe. Jog? Nem lenne rossz egyébként. Meg ez ugyanolyasmi, mint ami az a kis pumpumka, vagy mi az ott kint. Oda föl kell menni, aztán kész, jó világ. Fel van tűtve? Nem igazán. Nem? Á, de emery pack az van, cordon bleu, kaják vannak. Hol legyen ez? Hol legyen ez? Jó. Akkor már veszek egy kis piát már magamnak, hopp. Lévődnek. Kofola, geci!
Hoppá, abból is. A legjobb pia, vicces. Hát én mondjuk utálom, úgy hallottam, Ellen szereti. Nem, nagyon. Nagyon szeretgeti. Savanya fos. Nem is savanyú, úgy keserű szerintem. Hát ilyen szörnyű. Mind a kettő, mind a kettő. Ilyen szörnyű. Szénsavas vizé, jéger. Egy gyógyszeríze van, tesó. Az, köptető. Ja, ott egyből föl, aztán csók. Hát ott felmegy a terepjáróval, hozzuk. Meg el tudunk menni, ha jobb oldal, vagy csak a bal oldalra kéne a szabad. Ugye mindjárt elütik a kecén. Gondolom én. Ja. Ja, ja, ja. Valami ilyesmi. Most mi legyen? Most Erikével mi van? Én nem tudom. Jó, azt nem ír vissza e-mailbe. E-mailbe se? Nem nagyon. Hát akkor neki kampau. Akkor hárman kezdjük el. Hát akkor nyomjuk meg, ja, ja, ja. Ha van jobb ötleted? Jó, van, nyomjuk a faszomba. Figyelj, hát most ez van. Igen, az, akkor viszont két kör kell menni a túszokkal. Így van. Oh shit. Mert csak egy négy személyes autónk van. Jó. Várj, gyorsan megállok kicsit. Előjön neki. Akkor lovashoz megyünk utána? Így van. Jó. Ma oda megyek, mert ő is odaértek pillanatokat. Nyomjék, nyomjék. Ez az, megfogtuk. Hát bocs Ruiz, de most megkezdjük nélküled, mert... Nincs már túl sok idő. Nem akarom elhúzni se itt a dolgokat, itt a... nézőknek. Na így is azért gyakorlatilag bazd meg, gyakorlatilag két órája amúgy se, az, tehát szinte mondjuk ki a semmit nézitek, tehát hogy így némi humoros dolgok van, az meg humoros dolgok vannak itt ott amott, de ennyi. Opp, itt van az Erike kocsi, az nem az övé? Nem tudom én. Opp, a táskát azt nem vettük ki, de mondjuk azt, hogy kivettem. It's out. Hold it back to it. 3-4 van. Very good. Az megint az a srác amúgy. Most így Max Johnnak a bátyja lett az igazán. Nem jó. Na, de miért nem jössz hozzánk, hogy ezért? From the front and back to it. Tisztelt lakosság, Offroad Paradise nyitva tart. Megkocolt a gépet? Vagy legurult egy oldalon? Kéne egy kórház amúgy. Hát, ott dolgozottam Brahányzban, nem az Albert. Ja, ja, ja. Írtam úgy valamit a... Alatt is annak a Nikolónak bezzik olyan izéjével úgy holyagja, hogy mindig úgy az. Oh shit! Jó, van, hadd nyomja. Szóval... Ó, nekem is kéne már úgy megint. Szóval... Aha, megint tele van basszva ez a szar. Nagyon jó. Veszély. Az emberek addig elkezdem törölgetni ezt a szart, hát most... Na, akkor betoppanóval kezdjük. De hát itt nincs is amúgy. Szerintem valaki már elkezdte törölgetni, vagy mi van? Szelet. Szép napot. Szevasztok. A kedélek ezt felé érdekel, az a kérdésem. Tudni kéne elkezdeni, míg mások nem kezdik el a izét, tudod. Hát ja, az lenne a jó. Mert ha meg nincs egy izé elég egység, akkor megint az lesz, hogy izé motorosok fognak jönni. Ja, 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 vágom, vágom. Hát jó, hát nem... Akkor... Igen? Bocs, 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 mondjad, mondjad. Mondjad, mondjad, nem rajtam múlik, de mondjad. Ja, csak azért azt mondtam, hogy múltkor is amúgy az volt a szerencsénk, hogy pont akkor fejeződött be valami rablás vagy valami ilyesmi, azt úgy jöttek ki, tudod, az autós egységet. Ja, 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 ja. Hát ahogy nézem, tök mindegy amúgy. Szóval, jó, 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 jó. Ja,
Trókollak, Andrew. Na fene. Na itt van az Enrique, bazd meg. Aha, csak nem hallak tesó. Nyilvánvalóan. A faszom. De jó, 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 csak először csak mozgott a szád, azt nem jött ki hang. Nem csak a kocsija? Nem, nem, itt van mellettem, tökéletesen. Hello. Na mi az, stej? Na, hol van? Majd mondom. Ja, itt van, itt van, itt van, itt van. Hol? Én nem látom. Csak szopatod, ugye? Könyörgöm, mondd, hogy szopatod. Nem szopatom, én is köszönöm, hogy nem látom. Én kibaszom magamat, az hallod, leugrok. Jöleti, te látod, Enrique? Aha, látom. Az jó. Ha, szevasz. Mi a kicsi borot? Szia. Nagyon mérges vagyok most. Na mi van, mi van, mi van? Mi van? Hát semmi. Majd nézd meg a beszélgetésünket. Majd megnézem. Mi a stejsz, mi a... Az van, hogy nagy valószínűséggel a limonádéból, majd mondom, bazd meg, ott egy... Majonéz. Majonéz. Négyen leszünk, ennyi kérdés. Yeah, igen, 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 szigorúan, yeah. Szigorúan. Én bedobok egy tabit. Mit vegyek nyomod? Fel, vagy mi legyen? Menjetek el tabit. A keletivel, öltözz át, ebbe a cizba vágod. Short Parknál, ami van a benzinkutas bolt, azt kezdjük majd el. Ja, akkor az lesz, igen, nem a limó, jó, mindegy. Még egyszer? Semmi, tehát a... Mindegy, majd, majd. Ha nem bírom ki, mindjárt még pisálni, bazd megint, hát egyszerűen kész, mert el is megyek, bazd, mindjárt jól pisálni. Hát bírom. Itt vagyunk mi is. Nézem az ellent addig. Na, halló, halló. Ezt látom. Tisztelt. Csáv, sziasztok. Csűvasz. Nem érzek golyó álló mellé. Ja, vannak egy kis... összetűzések. Miért rendőr vagy netán, vagy mi? Nem, de hogy is. Paintballozni volt. Isten ments. Nekem is vonom mellény. Tegnap vettem a nagy patikába. Én még nem raktam össze. Ja, ezek kik már? Hát tegnap azért a kivégzés az fajnat ment, baszki. Ja, te izé vagy! Ide való. Most komolyan ezek ott kezdték el megbeszélni amúgy, tehát... Na mi az, mi a helyzi? Éppen most értünk ide, öltözik az élmény. Alright. Na mi van, megijedtél tőlünk, hogy mi a baj? Nem, dehogy is. Ciao. Hello. Jézuska. Bemutatom neked Alexet, még ő egyébként hozzánk tartozik. Szevasz. Jövőzök. Figyelj, hogyha nem ismersz meg, akkor hívj úgy, hogy aki majdnem elütött a... tudod. Hogy mi? Miért nem maradtam le? Én voltam a fehér Audival, aki majdnem elütött a boltodat véletlen. Ó, hát emlékszik már a bánat erre. Jó, van az. Figyelj, majd az agyadba keresd vissza. Jó. De én voltam. Én ütöttelek el majdnem. Jó, nice. Jó. Mindenképpen visszakeresem majd az agyamba. Jelentsd mindig bármit. Yeah. Hát, amúgy igen. Na jó, srácok! Hajrá! Sziasztok! Cső! Hát hapazd meg! Na, szóval... Na, mi a helyzet, srácok? Ma már kezdek agyhúgykövet kapni itt, bazd meg itt már a Jacks... Ki ezek? Carterék már itt jönnek meg, nem tudom.
Valaki van a rádió? Most mi van? Halló? Keci. Srácok? Anyone? Már maradtam valamiről? Ha itt vagyok, srácok. Oké. Figyelj, szerintem ketten vagyunk most a rádión amúgy. Hogy? Nem tudom, bazd meg. Én pisáltam, megfordultam, már ott voltak a kárterék, öten körülöttem, vagy négyen. És eljöttem onnan tőlük, azt most így próbálom velük felvenni. Itt vagyok a lovaspubnál. Itt vagyok a lovasnál, te só. Akkor megyek oda, ahol dumáltunk. Remélem, itt végig tudok menni. Jó, hát persze, hogy nem tudok itt végig menni. Hát miért is tudnék? Keletének itt a gym. Ja, jó. Várj, akkor jövök oda. Átlag jó. Na, szóval nem tudom ezekkel mi van amúgy. Megpróbálom most megcsörgetni a Nikolát. Próbáld már, hogy nem. Felvette. Na, aló, na, hol vagy? Honnan ki? Ja, hogy te így eltűnt. Jó van, nyomjátok, itt leszünk őzé lovasna a csücsű. Apartmanba mentek még valami el... Ja, átöltözni gondolom, hogy ja, csak hát egyszerűen úgy... Ja, jó, mindjárt legyen azt, hogy jól vannak, az kész. Azt hittem én is, hogy lesz valami, de... Én is, bázni. Hát én is veszek már egyszer majd egy ilyen ütőt, bázni, elég komoly kis fenyítő eszköz. Hát, meg olyat csapra vagy, hogy gacsa. Jó az! Láttam, bázd meg! Meg éreztem is. Igen, az az, faszi! Jaj, get... Ajaj, kíváncsi leszek, mit hoz most a mai nap. Én is. Remélem nem azt, amit múltkor. Hát... Én már az meg hazajárok oda, te aggódjál, tehát hogy így... Az már az adó benne, tudod, tehát... A lényeg, tesó, hogyha nem válaszolok a rádió meg izé, akkor menjsd magad. Tehát ne gyere, ne, mert múltkor is csak azért szoptad be, mert láttam, hogy ott még ott körözgettél ott, bazzeg. Érted? Tényleg nem kell, tehát hogyha vége van, bemondom, hogy vége vagy valami, azt akkor kész. Onnantól kezdve majd elsmúzolok én velük, ne aggódj, mert jó, nincs értelme, tesó, mert csak te is beszopod, aztán annyival is kevesebb lóvénk lesz. Most nem volt olyan nagy dolog, csak a pénzbírság volt, tudod. Hát ez, de ezt mondom, hát most ilyen, hogy nekem 1004 körül volt, vagy 1005, vagy valami ilyesmi, neked is annyi, az már 3K, érted? Tehát azért ez jön össze. Oké, hogy nem a közösből, meg minden, de is személyes, mínusz. Na! Amit tudod, mi volt ott a baj? Az, hogy szétdaroltak az autót, nem jogosan. Ja, vágom. MP5-ökkel ember szétdarolnak. Ja. Úgyhogy nem is lőttem rá, de mindegy. Na, mandáré kommandó. Hello. Csőcső. Halló. El lehet menni? Halló. Cimbora. Köszönjük. Na, akkor ő... Várjál, Matte sok. Figyelj, Matte sám, ha elmész innen vagy nem? Halló. A nálatok rendszám. Nekem van a kocsimba. Igen, a büdös cigiszagú szarodban van. Azért kérdem, hogy van. Nálam nincs. Na de. Ennek bazd meg. Tőlem elvettek ötöt. Figyeld, ennek lesz. Persze, hogy lesz. Na, és akkor most mi a felállás? Jó, nem lesz. Nem lesz, mert a kesztyű tartóba keres. Nincs. Mi mondom? Jaj! Vigyél ma a maci! Az! A Keti, jól vagy, tesó? Nincs. Jó van akkor. Jó vagyok. Mondjad, mi van? Nem az éve volt a Mustang? Ne aggódjatok, mindjárt hozzá az íze büdös szigiszagú kis szutykát, aztán abban van egy, van vagy 6. Ja, az jó, akkor jó. Ja. Tőlem elvettek 5-öt. Az komoly. De azt nem tudom, hogy nálam, hogy volt 5. Ezt ne kérdezzétek. De volt nálam.
Hát abból volt. Ja, tehát, és ha... én még azért kaptam többet, mert illegális tartbért kaptam. Ja. Én nálam hál' Istennek nem volt semmi be azon, hogy rám tudtak volna verni. De én sem tudtam, hogy nálam van. Van nála. Minden szar. Pia van nála. Pia nálam van, hogyha nála nincs véletlenül, azt tudok adni, tesó. Nyilván nincsen nála. Akkor adok. Van Pián, vagy Mike? Hát nekem adja a piát. There you go, boy. Akkor hozok thank másik you, kocsit, thank you. Várjál. Drink up, baby. Nem kell, van ma. Várj, hány év rendszám kell? Mit tudom? 4. A Lambón nincs is rendszám. Attól még kell rá. Na. Amúgy mi történik, hogyha ezt a rendszámot nem cserélünk, akkor így bekerül valami körözés alá a kocsit? Aha. Hát ugye, a jeepen kell mindenképpen. Hát akkor dobd már ma, dobja már egyet Luis, vagy nem tudom kiné van a rendszám. Pillanat, gyere ide. Jó, vegyék, chillow. Tessék. Még akkor kell egy nek. Chill the fuck out, guys. Na akkor én megyek ezzel majd, jó? Én ezzel? Aha. Okay, ezzel menek el. Amúgy, vegyünk 4 ladát, azt azzal menek. Na, az hatalmas nagy menőség, ja. Biciklikbe, vagy milyen motorba, az meg hagyjál. Amúgy biciklivel, az meg. Az kemoly lenne, ja. Első kanyarba basznának el. Akkor ez 3 autó. Kell még egy. Ne tolassák, hozzám is még egy autó. Egy izét. Ne haragudj! És bazd meg. Nem biztek el. Hogy kocsit akartam? Én akkor egy izé, még egy 4 személyes. Mindjárt hozzá izé. Igen, meg a kis okosság ugye. Az kell a ja, kis pityú. Persze. Ja, bazd meg ott voltunk az izé apartmanban, még nem szóltatok, hogy vegyem ki. Azt hittem kivettem. Mindegy, úgyis ott elfelej, mindegy arra megyünk. Persze. És amúgy azt javaslom, hogy csak egyet vigyünk amúgy majd. Oké, zsba. Szerintem az lesz a legegyszerűbb. Várjál, nézd kell. De tesó, kell a 4 személyes gép, azt vágod? Akkor nagyon jó, akkor hozok azt is. Hát, kevés. Bár, hogy érted. Akkor ezt rakjam addig vissza, hát mi? Hát ezt gondol, nem tudom, bazd meg! Jelente, melyikkel akarsz menni? Teljesen mindegy, úgyis eldobom. Hát, mert hogyha jeepben mész, akkor tudod, fölmehetsz felőre. Aha, nem, én a városba akarok majd szerintem. Akkor a Lambót vitt szerintem. Jó! Lakatos terep, vagy város? Kösz... Ó, oh, bazd meg, de bebasztom a lábam. Lakatos. Baszok a tarkodra, olyat befosol. Figyelj már. Egy az koporsó. Hallasz te? Üdös. Üdös. Figyelj már. Hallod, Lakatos? Lakatos, figyelj már. Lakatos. Na, mondja. A város vagy izé? Mi a faszom? Városba akarsz menni, vagy terepre? Én város. Város, akkor ezzel te meg viszed akarnak. A ferkót, nem, a, ellen viszi jó. A lambot. Jó. Yes. Te viszed az izét, a ferkát, én meg viszem akkor a jeepet. Alright. Én meg Porsche-zok. Én meg Porsche-zok. That's cool, that's cool. Hát ha nem marad belőlem Porsche. Ha gotcha. Most akkor what up? Most akkor az van, hogy... Ebbe, get jobba. The fuck out of ezt meg fogom jobba. Tankolni majd. Ezt annyi. Húzunk? Akkor lakás, Kéro. Barfestükben nézzük. Na nézzük ezt a Lambót, mert vezettem én ezt már? Lehet. Ennyi csak, nem tudom kit alatt. Szép. Hú, innentől maszkokat tölt. Azt a kurva. Végre megindul valami balhé, szerűség. Féltek, most a menekülésnél nem érdekel. Figyelj, ha törik, ha szakad, lerázom a picsába. Nem hiszem, hogy minden egyes alkalommal úgy menekülök el, bazdnek, hogyha nem ugrottok vízbe, hogy izé elkapnak. Hát ez tiszta szégyen már amúgy. Szóval most oda teszem magam. Oda rakom magam. Jó, vesztek a képen. Jó, persze. Mi van, szokatlanul harapós? Nem, hagyjuk is. Nyilván elém már a rendőr. Kislogós kedvemben voltam egy csepp. Menj előre, persze, csak menj előre, jaj.
te inkább, ne hogy kapislagodsz meg itt izé. Menjél, azt tudom hova kell menni. Ne jó, hát is jó. Ja, nem tudod, helyből jó. Persze, hogy nem, tesó. Mi van, eléd állt a rendőr? Ruiz. Aha, de már jövök. Ja, jó van. Csak meg kellett állni a pirosnál, háromnál. Apja faszát. Tisztelős buli megint? Yeah. Hova kell menjek? A cash. Kéro. Apartman. Én föl sem megyek szerintem, maradok a kocsiba, jó? Ne kelljen zárni. Sőt, én addig elmegyek tankolni. Hol megyek tankolni? Jó. $90 megpakolom a kocsit szerintem tele. Én is elmegyek tankolni. Törd össze. Menni fog el. Igen. Tankolni. Most mi van? Most what? Hova mentek tankolni? Ide a legközelebb. Nem tudok rádión beszélni, jó? Meg lesz, Sárc. Most meg lesz, srácok, most meg lesz, leszarom. Most hatodik, ha szakad. Ide a szomszéd van, mi itt van közel, az LTD. Hatodik, ha szakad, menni fog. Nagyon más, na mindig. Most meg lesz, leszarom. Bocs, srácok, tényleg, hogy ilyen... De az RP az ilyen, tudjátok jól. Tehát, hogy ez is tök meglepő, hogy itt vagytok 900-an. Tehát, hogy beszarok. Na szóval, hogy mindegy, a lényeg az, hogy ez ilyen. Tehát, hogy mit most ki kell találni még, meg ilyesmi. De jó, na. $69, hát ez nagyon kerek szám. Szép, 69. Yeah! Csak maszkot mindenki rakjon! Erre vagytok, már megint nem arra. A 7-Elevenhöz megyünk kb. Tehát konkrétan oda. Hozzám egy fér. Előre nem tud. Ja, előre nem tud. Jó, hát akkor... Never mind. Akkor majd én csak itt besakkozom, sakmattozom majd. Úgy, egy teka ember nincs. Persze, hogy nincs. Ennyire késő lenne? Mindig ilyenkor kezdünk neki amúgy, amikor nincsen egy se. Imádom. Egy motoros az izé parton. Nem is mi lenni. Vagy egy embert láttam sétálni, de az meg az építkezés az emberek közé sétál befele, úgyhogy ez megint felejtés. Igen. Hát bazd meg!
autópálya, oda én nem akarok menni. Itt van egy a sarkon. Egy van itt a maszkosnál, 693. Itt van előttem, gyertek. 93. Meg itt van egy. Keleti, fordulj meg. Itt állunk. Gágyi, gamer csaj. Jó, egy van. Ennyi már ribanc! Picsesz! Meg van még a másik lakatos? Itt van még 3 vagy 4. Hú, de jó! 693. Van vagy 10. Valaki ott van ma a szemben. Itt vannak, ja. Jó, itt rengeteg van, nagyon jó. Kerül. Hát ez nem igaz. Dick! What the fuck, dude? Nagy vagy, Keleti, jó vagy? Majd ő agyon üti, ne aggódjál, már megint bazd meg. Van egy. Egyszer szerint. Au. Óvatosan tés. Ja, ez nem adta ki nagyon, de jól vagyok. Négy srácok, mehetünk. Meg vagyunk, jó? Most melyik a ez? Van egy még átra. Akkor az izé, 594. Ott a benzinkutas volt a taxinál, taxihoz közel, ja. Hát követlek titeket. Jó. Jaj, bocsánat. Jó kezdődik, nem? Megvannak még a túszai? Nem ugrott ki egyik se? Remélem. Megnézem, neked várja. Megvannak. Királymód. Királymód. De elmész még kocsit cserélni? Jó, nekem majd kell még.
állásügyileg így hol vagyunk? Timoy Zor. Jövök. A Ferkot. Szedjétek meg ki a túszokat gyors az én kocsimhoz, hadd menjek cserélni. Annyi, hogy balra menekülünk. Alright. Megint indok legszarabb szintú pozícióból. Kösz. Érdekes lesz. Mi a fasz? Hogy? De az hogy? És milyen jó? Beszarok. I'm not your punching bag. Wow. Azt a kurva. Aha. Első tojás. Hú, ebben van craft. Jó, nehéz. Wow. Srácok, tegnap óta vannak itt a csirkék, bazzeket, már van egy tojás. Megjöttem. Komoly, bazd meg. Azt a kurva eget, ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény, hallod? Durrantják. Azt meg ezek fognak tojni rendesen akkor. Hát mivel vannak már bent amúgy? Uh-huh. Kettő. Mi a helyzi? Szar van? Gyere csak, babám. Jó, nem baj, add ide a fegyvert gyorsan. Majd utána szagadok fele, csak el kell indítani a rablást. Big tojások, az? Az nagyon kemény, bazd meg, hogy ilyen hamar. Hú, most az itt bent a városban, az fasza lesz. Aha! Jó lesz az, jó lesz az. Erre most arra akarunk menni. Nem jön ki a izé kocsiból, vágod? Mi az apneának a fasza? Én konkrétan nem így nem száll ki. Apádnak a fasza. Nem száll ki, geci. Száll ki! Lerántom a fülhallgatót a füledre. Jó van, akkor majd megbeszéljük a zsarukkal, hogy azok benn vannak, ez kész. Hát ez tök jó, csak hogyha nem szállnak ki, akkor az a baj, hogy nem is megy olyan gyorsan a gépen, vágod? Eó, bazd meg! Ők is számítanak? Ja. Persze. Tedd össze a kezed. Damn. Majd mindjárt varázslok valamit. Jó. Fuck. Bemozottam a tojást live elején kérdésemmel. Így van, Réka, úgy fest, nagyon úgy fest. Nagyon kemény, és nehéz amúgy, kurva, azt a rohadt, de kurva komoly, bazd meg. Bazd meg! Én nem gondoltam volna, hogy ez így megy. Bazzeg. Ezek fognak tolni, mint az állat. És akkor lesz ma amúgy, hogyha jól megy minden, akkor még lesz kettő tyúk szerintem simán. És ugye mivel van egy kakas is, így lehet, hogy kis csibe is lesz majd amúgy. Fí, bazd meg. Megjött a C8. Jaj, már elindítottad, tesó? Persze, el van indítva. Azt a kurva faszé. És várj, és a Ruiz nincs itt. Dehogy nem, ha benn van. Ja, benn van mindenki? Ja, jó van, bazzeg, le vagyok maradva, tesó, várjál. Mindenki megvan. Nem nagy, a Ruiz az elment, tesó. Látod a lak... Na jó van. Az... Ruiz? Ruiz? Hát itt van benn hátul, bátyám. Kajak? Aha. Figyelj, benn vársz itt benne egy picit? Ja, ott van bent. Kérhetlek, persze, ha? Persze. Vigyázz már rájuk. Jó. Jó van, azt hittem, hogy nincs is itt, úgy emlékeztem, hogy a tojás teljesen elvitt az agyamat. Ezek gyorsan megjöttek amúgy. Pattogó impala, azt a rohadt hidraulikus impala.
Úgy tudom, mi a vicces, igazából amúgy semmi értelme, hogy én itt vagyok ebben a rablásban. Na meg vagy, jó van, jó van, jó van. Ja jó, én csak ittam. Ja jó, figyelj, megvan a, már megy a cucc, már itt vannak a zsaruk. Na nagyon jó. Igen, igen, igen. Mi ez a sokkoló? Hol? Hát hallod, bazd meg, itt sokkoló hangokat hallok. Ami azt vágott, hogy, ja azt vágott persze, hogy kettő kisebb szálltam, úgy lehet, hogy most azt akkor, nem tudom, mi történik most. Lehet. Nem tudom, vagy nem ez? Mit tudom én. Mindegy. Na, isteni közbeavatkozás van, vagy mi van? Aha, itt okoskodás. Aha, sejtettem. Hát jól van. Max, annyi értem, hogy itt vagyok, hogy izé... Nézd meg, ezek a tojások még az eszed is elveszítő. Akkor te izével mész most a lambóval? A lambóval, jajajaj. Kíváncsi leszek. Városba akarsz menni, vagy kimész vele vidékre? Városba, hát figyelj, az tipikusan az lesz, hogy ami ahogy esik, úgy puffan. A városba akarok tenni egy-két kört. Hát, ha fennakadnak valamin, vagy valakin, vagy valami. Utána meg vidd ki őket a pályára, azt, mert ja. Szinten gyors a kocsi nagy. Aha, jó, hát ez a terv, igen. Szerintem jobb, mint a férka. Elmondom az a lambó. Amúgy szerintem is, én azt néztem, hogy úgy tartja a lépést. És az amúgy alap, az nem. A lambó az alap. Az komoly és összkerék. Én nekem, úgy, a, én még, nekem még továbbra is mondjuk a Porsche megy a annyi, hogy kanyarban nagyon figyelj. Ja. Ja, mert csúszik. Mondjuk, hogy inkább fékez, nem fognak beléd menni ők is. Azt tudom, persze. Tehát a múltkor is az autópályán izé volt egy olyan pont, egy szint izé, hogy kész. Megdobta egy picit minimális, azt hoppá, ennyi volt. Nem baj, jó lesz. Se balra, se jobbra, se fék, semmi. Nem tudom, nekem a Porsche viszont ezerszer szimpatikusabb, mint a Lambo vagy a Ferka. Ja. Hát ja. Mi van most? Aha, nagyon jó. Még vagyok. Kiváló, király volt. Na, kínai segédmunka. Aha. Si. Xionghao. Na jó van, te itt megállsz faszomba. Hol a másik? Ott van a. Most itt vannak a zsekák, vagy nincsenek? Ott aha, vannak, egy, aha. Egy ott áll. Az Corvette? Vagy mi a faszom az? Na, valami. Fingom nincs. Egyetlen egy van kint, egyre jó. Nem maradhat. Amúgy időben hogy vagyunk? Várj egy picit, right, mindjárt. Right. Azért van értelme többen rabolni, mert elvisznek egy egységet. Igen, tehát szét is húzzuk őket, persze. Meg amúgy begyűjteni is valamivel könnyebb a túszokat, mert akkor be tudjuk így kockázni őket, és akkor kész. Ez a Kaufland, ahol mi vagyunk, srácok? Valószínű. Nézzétek már meg példás? Igen. Igen. Positive. Na, innentől kezdve 5 perc akkor. Alright. Hogy legyen, kivigyem most a pénzt? Én biztos, hogy nem. Vitt a terepje arról. Ja. Akkor kiviszi a pisztolyt. Ruiz. Yeah. Ti tudtok a legjobb ketten vezetni. Van táskád amúgy, keleti? Neki volt. Úgy emlékszem. Kocsiban? Van, izé, ben leraktam. Itt beraktad le, jó. Na majd nem gondolod, hogy majd itt kizé elmondom előre. Aha, ott vannak a majmok.
Fuck the police! Fuck the police! Coming straight from the underground. Tényleg zsümle, az komoly, ezt én meg nem mondtam, hogy az ott egy karakter a sztoriból. Milyen cuccok van, aki gyors fogyasztott? Pizza! Slurpee ott volt. Orange, ott az OJ! Sausages? Most sosem néztem még meg, milyen cuccok vannak. Azt mondja, farm fresh, full fat milk. Ez valami sonka akar lenni, vagy én nem tudom. Fishy sticks, all fat, all flavor. Az ott valami jégkrém, sweet corn, garden peas, juice. Hát én rátok bizom. Hallod? Bátya. Na. Barra akartok menni? Hát itt azt mondta a lakatos, hogy úgy legyen. Várjál, mert nem cigány. De nyilván... Micsoda? Nem cigány. Dehogy. Tudná, hogy álnév. Várjál. Ja, hát jó, hát még nincsenek benne azok a majomok. Mi a aha. Fasz? Ezek hülyék, getsz. Valószínűleg figyelmeztető lövés lesz. És akkor ne jöjj ránk. Jövök már le, bazd meg, ne lőjenek már nagyon. Hát bukj már le onnan a bút ajtajából. Jajajajaj. Mr. Csenk, hogy csak mondom, a terepen is lesz társaságod. Már van egy rem. Jön a forma. Lakatos, letárgyalod te, vagy mi lesz? Én nem tárgyalhatom én. Ja jó, oké. Vagy tőle nem, most mit csináljátok, mindig én csinálom. Akkor lakatos. Én nem akarok, én nem akarok, én nem akarok. Mit szoktál neki mondani? Balra? Szabadult? Szóval nektek. Mindjárt gyere, 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 az kész. Szóval, hogy besegítünk a valami. Faszom. Gyere, Deriko. Szép. Szép napot. Jó napot. Szép napot. Bemutatkoznék, kinek lehet, kivel fog tárgyalni. Ott az úriemberre. Azzal az úriemberre ott. Itt jövök már nyugodom. Sorry. Nyomjad neki most. Tiszteletem. Na mit szokott mondani? 2-5-ös Jeremy Sunderbird 67, megnézném a túlszokat. Tessék velem faradni, jöjjön csak. Szerintem nem tudom, hogy mi írtunk-e így, lehet. Már fogalmam nincs. Túlszalizáció parancsoknak a bolt területén 4 darab egészséges túlsz található tárgyalást megkezdem. Egészséges túlsz. Na, akkor hallgatom az első kérést. Egész egyszerű, 3 darab túszért szeretnénk kérni, itt bar, hogy magyarázzam, hogy ez értető legyen. Itt, ahogy kimegyünk, itt balra, ahogy van fölfele az út a kaszinóhoz, érti? Igen, értem. Na, arra szeretnék teljes szabad utat. 2 előre adunk, 1 utólag. Tehát akkor összegezzünk. 3 túszért, ebből 2 előre, 1 utólag, teljes szabad út a kaszinó fele. Da. Rendben, ne közlöm. Túsztárgyaló. Túsztárgyaló parancsnoknak. Az első kérés 3 darab túszért szólna, ebből 2 adnának előre az elkövető, hogy teljes szabadutat szeretnének a kaszinó irányába. Tíznél közlöm. Belemegyünk abba az esetben, hogyha mind 3-at megkapjuk előre. Hát ilyet nem játszunk. Vagy beérik a 2 előre egy utólaggal, vagy nincs üzlet. Ez bemaradhat ön is velünk. Én leközlöm. Köszönjük a giftet, subgiftet. Az elkövetők nem mentek bele a változtatásba. Florian. Na, a Lazio Pálnak úr ragaszkodik a 3 darab tűzért.
adjuk ki azt a 3 túlsz, nem lesz senkinek semmi baj. Ó, persze, tudom én, hogy ne. Jó van, ne izé játszunk ki. Hát én értem, hogy maguk itt a városban nagyon nagy faszúak. Hogy lehet az, hogy kinn az izé a serifekkel ezt meg lehet csinálni nyugodtan, normálisan, maguk itt meg kemény faszoskodnak. Vagy belemegy a 2 túszba, vagy bennmarad itt maga is, aztán akkor lesz egyből 5 túszunk, aztán küldhetnek egy újat. Lehet leközölni nyugodtan. Az elkövető urak itt azt mondják, hogy ragaszkodnak ehhez, hogy 2 túszt adnak, és szeretnék ők is, hogy belemenjen maga ebbe. 2 túsz előre, egy megy utólag, aztán kész, jó világ. Hát ugyanazt játsszuk el, ne kelljen már egy kizébe szakodni ezzel. Jó, én csak parancsokat teljesítek. Azt én tudom, jó uram, én tudom, jó uram. Nem megy bele. Nem megy bele. Nem. Akkor én ajánlok magának még egy utolsót. Még egyszer mondom, 2 túsz megy előre, egy megy utólag. Ha ebbe sem megy bele, akkor maga itt marad velünk, az küldhetnek egy újat. Nem a maga hibájából, az akcióbanásnak hibájából. Ragaszkodok a 2 túsz előre, egy utólaghoz. Tudsz, az akcióbanásnak azt mondták, hogy ha nem mehet ki ebben az esetben a 2 előre és utólag a 3., akkor engem is itt tartanak túsznak, és jöhet küldene más túsztárgyalót. Jó, ebben az esetben gépfegyverekkel fognak bejönni a boltba, és mindenkit likvidálni fognak. Jaj, nagyon megijedtem. Hát akkor lehet készülni arra, hogy hívjanak izét egy pár mentős. Basz, meg mi a fasz van? Tőlem, így is lehet játszani. Ja, nyomj. Azt mondták, hogy akkor lehet készülni mentőt hívni a többi túsznak is. Én hát járlak az ablaktól inkább. Ne, az én velem nem baszak. Na, hol lesz biztos, vagy nem lesz biztos? Azt mondta, azt kérdezte az akcióparancsnok, hogy biztos ebben, amit kijelentett. Én nagyon biztos vagyok benne. Túsz, hogy az akcióparancsnoknak az úr azt mondja, nagyon biztos benne, és épp fegyvert fog egy túszra. Jaj, igen. Folyhat vér, nekem nem muszáj, hogy Maci, folyjon vér. Maci, mondjad ma nekik, hogy még egyszer ilyen közel jönnek a bolthoz, meg fegyvert tartanak rá, meg lesz halva egy túsz. Nem túsz lesz meg halva. Na mit mond az akcióparancsnok? Játszunk így? Nézzem őket, jó? Jó, van. Nem bőval lesz. Ez jó lesz. Szopj. Ezt azt akarta volna, hogy mi kommunikáljuk ezt le, bazd meg, hagyjál már. Még én inkább odaadtam volna azt a 3 túszt. Én is! Nem kell ez így. Fiam, adod azt a 3 túszt, ne izéljenek. Ja. Maga. Adjuk oda azt a 3 túszt, ne legyen ebből most semmi. Hadd menjünk a dolgunkra. Sure. Jó. Túszok elmegyek a boltot. Jaj, meg nem adom magam-e. Várom, hogy teljesen benzé kérés. Rendben. Nem hiszem el egy túszon, a rohadt élet most mi? Nem buziskodás, uram. Túszok élete legfontosabb. Minél hamarabb legyen kint ja, az hát összes. Ja, hát látom, milyen fontos egyébként. Meg. Látjuk, milyen fontos. Látjuk. Verjen bele a faszomat ma az egész. Nem csináltak hülyeséget ezért? 2 túsz előre kiment volna. Meg egy utólag. Még buziskodnánk ebben, ha megcsinálnak minden normálisan. Ezt mondja ma meg nekem. Én egyszer mondom, nem én hozom a döntések. Tudjuk, milyen szó. Nem tudom, ki lehet ez az izé akcióparancsnok, de jó nagy paraszt, az biztos. Hallgatom a következő kérdést, amennyiben teljesül a kérdés, szerintem már... Én várom, hogy teljesüljön. Tudom, hogy látja, hogy
Nem, hogy nem teljesül. Higgy el, hogy látom, jó? Higgy el, hogy látom. Nekem ennyi elég, hogy látom. Még mindig nem. Mondom, én megvárom. Szép nyugodtan. Megkérdezheti, hogy megcsináltak-e már. Elkezdik teljesíteni. Mint látja, mozgás van. 14. Érdekes lesz, merre fel akarjak majd menni, várjál. Tehát most akkor most balra megyünk, vagy most mi van? Mert hogy... most oda állnak. De úgy csak én tudom rosszul, hogy úgy van, hogy izé. Túlsztárgyaló dönt a dolgokról? Az akcióparancsnoktól csak izé? Az akcióparancsnok dönti el. Ja. Túlsztárgyaló az... Csak kommunikálja. Ja, csak kommunikál. Tíznék közben. Mert ezek vakondok, bazd meg. Beküldik a legértelmesebb embert túlsztárgyalni, a többi meg mind vakond, bazd meg. Na így van, így van. Na mindegy. Teljesítve lett a kérdés, kérés. Majd mindjárt mondják az én fülemre is, hogy kész van-e. Oké. Na, a negyedik túsz, az meg gondolom hozzá vannak szokva, biztosító túsz lesz maga. Kimehet, főszerelkezhet, összeszedheti magát, és akkor szépen kijön velünk a túsz. Elindulok, és két másodperc után, ahogy izé elindult a kerék, utána jöhetnek. Baszd meg, gyerünk, gyerünk! Hát akkor még egyszer. Tehát akkor kijön velünk, a maga kimegy, főszerelkezhet, beülhet az autóba. A végén nem volt tiszta. Kijön velünk a túsz, és ahogy igen, elengedem, utána a kerékindulásra jöhetnek maguk is, ahogy mi is. Jó, tehát első kerékmozdulásra indul az üldözés. Hát jobb lenne, hogyha két másodperc lenni, mert maguk is nagyon sokan vannak, meg mi is sokan vagyunk, nem akarom, hogy baleset legyen belőle, se maguknak, se nekünk, de úgyhogy ha esetleg úgy közül le, hogy két másodperc, annak szerintem, külülnék. Szerintem ezt engedjük el az itt úgy se fog belemenni, történt dolgok miatt. Azért bázd meg, mert izé értetlen az izé túlsztárgyaló, vagy nem a túlsztárgyaló, bocsánat, az akció parancsnok. És ha a Randuda szabad kérnénk? Az buzis. Ó, versenyre se van? Vagy mi van? Nem, legyen se van, vagy mi van? Jó, nem repülőből. Ha maguk tudja. Na jó, akkor leközlöm. Első kerék indulásra, oké. Túlsztár az akcióparancsnoknak az utolsó túlsz biztosító túlsz lenne. Az úgy néznek, hogy kimennék, felfegyverkezném. Kijönnek a felhívást, hogy kijönnének fegyvert fogva a túlszra. Majd beülnének a járműbe és első kerék mozdulásra indulna az üldözés. Teljesíthető ez? Nem fog belemenni, fog egy... Teljesíthető. Na viszontlátásra, urak. Viszlát! Viszlát! Túlsztárgyaló engedélyt királyni a bolt területre. Viszlát! Kitartást ez a baromhoz. Na, srácok! Figyelj már, hogy a faszomba akarunk. Na mondjad te sok. Akkor balra lezárták, jól látom? Nem, balra megyünk ki. Nem. A benzinkútnál megyünk ki. A kaszinó fel, a lovas fele mész. Hát én itt elindulok és jobbra fogok kanyarodni, az biztos. Ja, ott is van egy rendőr, bazd meg. Erre befele nem ennyi, jobbra nem ennyi, tesó, mert egy kicsi a lakótelep. A benzinkútnál lemenned el. Jó, viszont egy ponton szét kell válnunk mindenkinek. Az egyértelmű. Hát én eleve szétválok tőletek szerintem. Te mész akkor a keleti autópályán? Nem, én fölmegyek a vizére. Fölmész a... Itt rögtön jobbra, bal és jobb fel. Jó, én elmegyek balra, és én megyek egyenesen telibe a város felé. Jó, én megyek ki a keletire. Én jó? Is autópályázok. Oké, okay, jó. Hát én csak meg akkor megpróbálok eljutni a nyugatig. Neked adjam a pisztolyt, Ruiz. Így van, adod a Ruiz. Mert a Porsche-val vagy, hát odaadom neked, az kész. Yeah. Tessék. Megoldod ma. Amúgy mennyi lett a lóvé? 13 000. Hát ugyanannyi akkor. 6-5. Jó az. Tudod mire gondoltam? Mi lenne, hogyha leraknánk ide egy táskába a lóvét? Tú, mekkora aljas. Necces. Nem jönnek be? Nem jönnek be, hát nézni. Nem szoktak hát nézni, de jó, hát rád szerintem ide berakom a pultba. Ne csinálj, tesó. Valaki más bejön érte, utána vágod. Ja, hát ja, vágom. Na jó, hát figyelj, így lesz, azt kérem. Hogyha elkapnak valakit, ha elkapnak valakit, akkor bemondok én annyit, hogy engem elkapnak, akkor vége, és akkor kész, töröm szét a picsába az egész rádiót, az lesz. Az, vagy kidobod, vagy gyorsan izé váltunk rádiót, az kész. Valami, ja. Írok be egyet, jó? Oké, és van. Jó, hát ennyi srácok, megpróbáljuk, azt hajrá, kész. Guys, hajrá. Hajrá. Mehetünk? Mindjárt, nem? Az... még nem írták. Na jó. Mi ez a... Rendszám. Na, ezt mondtam, ezért nem szeretem a városba bazzeng, mert ezek büdös faszok. Ezek nagyon gecik amúgy. Ezek büdös mind.
vezérezredes geci. Na, ők készen állnak, jön arra hozzám. Kegyek ki a vezérezredesnek a gyomra. Ki indul el először? Majd én. Jó, igen, én meg legutoljára, mert én megint én vagyok a legszarabb poziból jobb szélről. Akkor te indulsz elsőnek, jó? Akkor legyen úgy, jó. Hozzá 20-ben állat van a pisztoly. Majd ki van nyitva a ferka? Nyitva van, aha. Jó. Jó, srácok, akkor én indulok legelőször jobb szélről, jó? Így van, tesó. Okay. Akkor utána indul a izé a dino, utána a medve és én, jó? Hú, de szar elindulni innen, bazd meg. Holiday. Óvodosan igen? A benzinkutna, nagy probléma. Jó. Kap lassabban, jó? Hát igyekszem majd, jó? Csak várjátok meg, míg elkanyarodok majd, jó? Oké, 3, 2, várjál. 3, 2, 1, megyek. Hát nem várják meg, jó? Egy utvanad, egy C8. Csúszott, mennyi. Utána is jön egy szény. Utána meg egy dodge. Bazd meg. Engem még követnek? Az meg ne! Ez a szomat! Kurva eget! Az meg! Mit tudom én merre menjek, az meg már megint itt vagyunk! Trafi, le van szarva. Autópálya. Megyek a nyugati autópályára. Hol kell rá menni? Bazd meg! Innen is jó lesz. Én le nem hagyom, bazd meg Lambóval se. Hát, hülye vagy. Még leszek ma. Jaj, de rossz fele jövök, bazd meg. Bazd meg, hogy mennek ezek ilyen jól? Nem tudom lerázni ezt a kúrat. Én se. Thank you.
lecsúszik ez a szar. Mindenki van valaki? Valami rendőr? Rajtam a C8. Keleti? Ó, oh, bazd meg. Látja a pénzt, azt buktuk már most. Visszuljunk a városba. Na, hogy megint ott dobjam el, ahol a múltkor. Kézzük a kameraszögek, bazd meg. Na bazd meg! Meg vagy még? Hát faszomat geci, hát nem hiszem el. Jó, megyek, leszarom, megyek, nem fog megállni. Most nem fogok megállni, bazd meg! Eddig mindig megálltam, leerpésztem, hogy jaj, beveri a fejét. Nem, most nem fogok, leszarom. Risztízen, aki akar, nem fogom ennyivel most feladni. Mindig én adom fel. Most leszarom. Nem fogom. Ez még úgy megvan fogva, kész. Ők nem szokták sose beírni lószart se. Én még meg vagyok. Sajnálom, most ezt nem adom meg. Következő ilyennél már igen esetleg, de most nem adom meg. Egyszerre már voltam egyszer. Ott lemenjek! Ez meg hát nem hiszem, hogy ezeket nem lehet lerázni, az meg sehogy. Hát még rajta. Persze! Itt csikicsukizunk a városba, bazd meg. Mi csinál? Megetszi! Ó, le van szarva! Jön a világ és a basznál. Szűk utca nagyon. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. De merre vagy? Meg vagyok. De merre vagy? Ez jó. Heget, ezt nem hiszem el, bazd meg. Ezek birkózó szart reggeliztek, vagy én nem tudom mi van, Getz. Tudom, a C8 világért nem baszna ez. Nem, ez se, hallod? Tökéletes klónja, bazd meg, vagy nem tudom. Szerinted megvannak, vagy elkapták? Szerintem már el lettek kapva, ne aggódj. Bazd meg, ezt én nem hiszem el, srácok, egyszerűen. A csávot nem lehet lerázni. Bazd meg, ez a fék is. Én már voltam. Thank you.
Nyilván befordul oda is. Oh, fuck my life. Mit tudom én már, bazd meg. Itt a csöcsöknél, ami az autópálya mellett van a hidaknál, biztos vágod, ilyen nagy erőmű lófasz. Szerintem meg vagyok. Azok nincs egy semmi behajtható hely. Te meg vagy? Na bazd meg. Ezt nem hiszem el. Nagyon fáj. Nekem jött. Bazd meg, tudsz menni? Futok. Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy, Ruiz? Tényleg az történik, hogyha... Hogyha engem, én le tudom rázni őket, akkor a többiek... Mi a fasz? Bazd meg, a pénzt viszont a kobogtuk, geci. Valaki? Srácok? Hello? Pisztoly bukó, pénz bukó. Lovas publikban van a kocsim, azt hiszem. Elmerjek oda menni? Hallgassák a fekit nyugodtan egyébként, bazd meg, hát nem beszélek bele, csak kérdeztem, hogy srácok, mi van veletek. Tudják, hogy egy nincs meg. Tök mindegy. Várja, pont ott van a bolt, bazd meg. Yeah.
táskát, azt itt lebaszom a picsába. Amúgy nincs nálam semmi. Tehát még hogyha akarnak, se tudnak amúgy baszakodni. Izében amúgy a kesztyűtartóban nem volt semmi. Hát gondolom ez akkor így ennyi. Végig én feltételezem, hogy nem én ráztam le a zsarút, hozzáteszem, hanem elkaptak izét, 2-3 elkövetőt, ugye? Azt bemondták rádióba, és akkor engem hagytak a faszba, szerintem ez történt. És úgy vannak vele, hogy akkor most kihallgatnak, és majd ők beköpnek engem úgyis. Gondolom ez a terv amúgy, mert... Figyelj, nem csináltam semmiatt, amitől le kellett volna állnia. Tehát ő fogta, elvette. Tehát ez GG, meg nem tudom, persze, de... Ez nem az én érdemem volt, ezek elengedtek engem. Ezek elengedtek engem. És ennyi. Bazd meg, amúgy nagyon keményen vezetnek ezek te. Hát ez hülye vagy, hát... Nem is tudom mennyit mehet. Nyilván olyan érzés, amit a 4 órája üldözött volna. És amúgy nem. Hát bazd meg, ez nagyon kemény volt. Ez nagyon kemény volt. Hát de ezzel most mit tudsz csinálni? Én nem mertem elfogadni. Amúgy milyen komoly lett, hogyha így bevállalom. Amúgy esküszünk gondolkoztam rajta, hogy jó bazd meg, most akkor viszem én a pénzt. De mondom, biztos vizgyem én? És milyen jó lett volna, hogyha én hoztam volna. De hogyha nálam lett volna pénz, akkor már rég begyűjtöttek volna. Ezt most mondom nektek, tehát hogy... Akkor nagyobb a pressure is. Így meg amúgy igazából olyan nagy pressure nincs. Bár persze, attól függetlenül azért... Végig kivoltam. Úristen, mire én még odaérek be, az meg... Nem baj, hát Keletinek a szögét, azt fogjátok látni majd a csatornáján. Biztos vagyok benne, hogy vette. Úgyhogy szerintem az fix egyébként, hogy ott látni fogjátok, hogy meg én kíváncsi, nagyon kíváncsi, hogy mi történt vele. Hát én is meg fogom nézni, hogy vajon mi történt, de ő relatív elég hamar amúgy kicsekkolt a rádióból. Volt egyszerűen, nyomott egy olyat, hogy valami ilyesmit hallottam tőle és kész. Szóval szerintem ott ő az már hamar lett, eldobta, vagy nem tudom mi lehetett amúgy, valami. Jó, hát mindegy, hát nem sikerülhet minden. Ez most ilyen, srácok, hát most... Jajaj, oda én be nem megyek, bazd meg. Nem ismerem ezeket az embereket. Meg az a baj ezzel a lambóval, hogy nem lehet vele manőverezni, nagyon csúszik. Amúgy tényleg nagyon csúszott, tehát hogy mondta a Ruiz is egyébként, vagy a Lakatos is mondta amúgy, hogy... Ez az. Tehát mondta a... Ha, itt inkább lejövök, bazd meg. Szóval mondta a Ruiz is, bazd meg a Lakatos is, hogy azért vigyázzak, mert dobálja, és akit nem hittem volna. De tényleg nagyon dobálja, hát kétszer eldobtam amúgy a kocsit. Kétszer minimum eldobtam az autót. Tíz perc körül mentem? Na, egyszerűen nem tudtam lekövetni. Na jó, hát akkor a kocsimat azt én átveszem, aztán elmegyek, és akkor igazából ennyi, srácok, mert hogy most őket még kihallgatják, meg nem tudom, az még úgy azért eltart egy darabig. De amúgy jó, egyébként jó volt az üldözés, tehát legalább izgalmas volt az üldözés, elképesztő jól vezetnek amúgy a zsarukba, az meg, főleg ez a Corvette-tel, hát hülye vagy, te jó Isten. Úgyhogy mondom, tudti, egyébként biztos, hogy előbb-utóbb engem is begyűjtött volna 100%, és nem ért, de sajnálom, lehet, hogy NRK volt, mert ugye volt egy olyan, hogy felraktam a szalagkorlátra, és ott, meg ott azért eléggé nem volt reális, de azt gondolom, hogy én adtam bele ebbe a közös RP sztoriba annyit a rendőrökkel,
hogy az első kettő ilyen esetnél megálltam, leerpésztem, tököm tudja. Most egyszerűen sajnálom, srácok, lehet, hogy én vagyok a szar erpés, nem érdekel, ki mit gondol, de nem voltam hajlandó kiszállni. Az nem az itt keleti, ugye? Amúgy nincs, jaj, de itt raktam a verdát, jó. Szóval most idegzetem ezt lenyomni. Jó van, tesó, szép volt. Jellem. So call me maybe. Várjál. Szóval egyszerűen nem volt menjek el a rendőrség felé, jó? Elgurulunk, megnézzük mi van. Jaj, mi volt az a frame drop? Jaj, miért? Kezd behalni a gép, vagy mi van? Az lockpit volt, synchron pit. Mármint annak nézett ki a szalakkorlátos dolog. Az nem tudom mit jelent, de... de jó hangzik. Én nem tudom, nem föl sem tudom fogni mi volt az amúgy. Nem tudom visszaemlékezni akkor mi volt. Olyan adrenalin rush volt rajtam. Meg sem tudom állapítani, hogy bazdmeg mi ez a szar FPS hirtelen, szétlaggolott. Mi a köcsön van? Ja, itt még bazdmeg mindegy jó az itt. Azt a kurva. Hú, azért itt most... wow. Netem, mert minden oké? Okay? Elvileg jó, a stream mindenképpen jó, de hogy... elvileg ide hozzák őket, nem? Mentő, bazd meg. Hát... tudja, a tököm. Biztos a szokásos körök mennek amúgy. 100%. Na, menjünk akkor vissza izébe. Garázsba. És akkor jön a nyereményjáték, srácok. Hát... most ez így alakult. De mondom, szinte biztosra veszem amúgy, hogyha nem gyűjtik be a többieket, akkor én is elbasszom egy idő után, mert ő... tehát látszódott, éreztem, hogy egyszerűen elengedte egyszer a dolgot, tehát leszarta. Hogyha akart volna, ő még tudott volna engem követni, bazd meg órákon át. Probléma nélkül. Szerintem az még belefért, hogy nem állta meg. Hát majd meglátjuk, hogy beleférte. Lehet, hogy lesz majd némi siránkozás, nem tudom. Fogalmam sincs. Bár amúgy nem kéne, hogy legyen, mert amúgy megkapták, amit akartak, ők is nyertek. Tehát, sőt, ők nyertek, ugye, maradjunk annyiba. Részemről annyi a győzelem, hogy le tudtam őket rázni. De amúgy buktuk a pénzt, buktuk a pisztolyt, tehát hogyha valaki ezen most meg fog sértődni, hogy én ott nem álltam meg, és nem erpészgettem ott le, meg így tudom én mi, azzal tényleg nem fog tudni mit csinálni, és lesz mivel indokolnom, mert bazd meg, én amúgy álltam meg nem egyszer már úgy, hogy nem is kellett volna amúgy megállnom, szerintem. Ha nem volt elegáns, én azt aláírom, de nem, egyszerűen már a tartalom miatt sem akartam volna ott feladni egy ilyen dolgon, érted? Nem akartam volna feladni. Most akkor ott azért kiszállok, azt megint akkor jó, és... ne csináljuk már. Na, jól van srácok, akkor jöhet a sorsolás? Jöjjön a sorsolás, szerintem én azt mondom. Nem írtak amúgy semmit a közösbe a srácok, egyáltalán nem látok semmit. Na, szóval, mondom, jó, nem lesz túl bonyolult a sztori, látni fogjátok, hogy miről van szó. Szóval itt van ez a Shuriken Premium Line egér. Mutatom a dolgokat, jó? Figyeljetek alaposan. Tehát,
készüljetek, jó? Aki először beírja, tehát itt a helyesség nem fog számítani, tehát hogyha úgy írja be, hogy van benne helyesírás hiba, semmi probléma. Tehát aki először odaírja, megnézem még egyszer, live cseten vagyok, nem top cseten. Tehát, hogy akit én látok telibe, de ezt nektek most amúgy, várjál, kijelző felvétel, és ezt nektek most ezt úgy fogom megoldani, hogy én ezt nektek ki fogom vágni a csetet, jó? Hogy lássátok, hogy én mit látok, mert volt ebből az előző részben, előző dologban egy kis kalamajka, olyan szempontból, hogy valaki azt írta, hogy hát ő volt az első, és hogy nem vettem észre, és akkor elküldte a screenshotot, hogy nála hogy volt ez az egész, és nálam nagyon nem úgy volt ez az egész, jó? Úgyhogy így szerintem teljesen tiszta a dolog, itt látni, hogy akkor mit látok éppen, ki a legelső, jó? Oké, meg tudtátok nézni, volt időtök. Tehát White Shark, Shuriken, egér, ez hány DP is egér? Aki először beírja a helyes számot, nem kell az, hogy DPI, a helyes számot. Mutattam is nektek, rá is lehet keresni, sebesség fog számítani. Aki először beírja a számot pontosan, az megkapja ezt az egeret. Jó? Hajrá, gyerünk! Megyünk. Ugye egy perc késés van, úgyhogy most kicsit kellemetlen várni kell, de nézem nagyon durván, hogy ki írja be először. Ennél egyértelműbben már nem tudom megcsinálni. Tehát én ezt látjátok, hogy én mit látok a cseten, így lesz a legtisztább a dolog. Nézzük. Anson elvitte. Nagyon szép volt. Látjátok, egyértelmű. Anson. Kész. Anson vitte. Anson, ír nekem légy szíves egy e-mailt azzal, hogy te voltál az első. Emlékezni fogok. Valamilyen olyan képet, olyan screenshotot küldj, amin látszik ez a kis profilképed, meg az a legjobb, hogyha a Gmailed is ugyanerről megy, az lenne a legtökéletesebb dolog, mert akkor ott van a kép, ott van a név, és valahogy fotózd le, hogy ezt te írtad oda be. Legyen egyértelmű, mert visszaélnek vele az emberek. Úgyhogy, jó? Anson, hatalmas gratula neked, meg mindenki másnak is, mert amúgy jókat írtok egyébként, csak hát tényleg ő volt a legelső. Tehát egy embernek nyerni kell. Úgyhogy sajnos ez ilyen volt. Hatalmas gratulálok, Anson, még egyszer neked a Shuriken White Shark Premium Line egér a tied. Ja, és amúgy mutatom nektek, hogy tényleg annyi, tehát 19.000 DPI changeable a story, úgyhogy egyértelmű. Direkt megmutattam nektek a legelején is, meg most is, úgyhogy ez egyértelmű volt, jó? Ez volt az elképzelésem. Na, úgyhogy gratulálok még egyszer, Anson. Írj e-mailt, akik 100 kiló túlsúlyt, igen, 100 kiló túlsúlyt váltottak, meg 50 kilót üdvözlök mindenkit a csatornatagok között, a 100 kiló túlsúlyt váltók írnak nekem egy e-mailt, és érkezni fog előbb vagy utóbb, de inkább előbb, azért próbálom nagyon tartani a dolgot, a Discord invite, és ne felejtsétek el, jövő héten érkezik az Isti Hunt epizód is Early Access-be a Discord tagoknak, tehát a 100 kiló túlsúlyos tagoknak. Köszönöm szépen, srácok, hogy velem voltatok ebben a streamben. Érdekes volt, izgalmas volt, remélem, hogy élveztétek. Kellemes hetet nektek holnaptól, kitartást a suliban, vagy melóban, vagy bárhol, ahol lesztek. Túl